Szeretettel köszöntök mindenkit, belekezdünk akkor a mai alkalmunkba. Nagy szeretettel köszöntöm Szántai Lajost, a mai epizódnak az előadóját. Megérkeztünk Hunyadi Mátyás királyhoz. Ezen a különleges emelkedő ívű lépcsőzetes sorozaton azt hiszem megint egy nagyon, nagyon fontos és jelentős állomáshoz. Hunyadi Mátyásnak az alakja az mindenképpen bele kell, hogy kerüljön ebbe a különleges sorozatba. És hát úgy gondolom, hogy Lajos a legalkalmasabb személy, hogy az ő küldetésébe, alakjának a fontosságába levezessen bennünket. Tehát ez az állomás következik a mai napon. Egy fontos bejelentés való lesz még, mielőtt elkezdődne az előadás. 14 részből áll ez a sorozat. Április 28-án lesz majd a záró alkalom. Akkor Pap Gábor tanár úrral fogjuk zárni a sorozatot, de ezzel még nem lesz vége, mert időközben tárgyaltunk róla Tamásékkal, Lipovics Tamásékkal, hogy szeretnénk létrehozni egy ilyen plusz egy alkalmat, egy ilyen bónusz, hogy mondják a reklámokban. Tehát lenne még egy alkalom, egy ilyen nagy záró esemény, amire összejönnénk, és erre az alkalomra mind a két előadónkat elhívnánk. Tehát itt lenne Pap Gábor tanár úr is, és Szántai Lajos is együtt. Lenne egy közös alkalom, május 12-e, tehát ugyanúgy csütörtöki nap, tehát egy két hetes szünet után, ha minden jól megy, de úgy tudom, hogy a terem is már rendben van itt a helyszínen, és el tudnak jönni az előadóink is. És erre az alkalomra azt terveztük, hogy összegyűjtenénk a hallgatóságtól a fölmerült kérdéseket, tehát miről szeretnének még hallani. Tehát az lenne a kérdésünk, hogy aki úgy gondolja, hogy van olyan, egyrészt az elhangzottakkal kapcsolatos olyan kérdése, amit fontosnak tart föltenni, vagy esetleg ami szerinte elmaradt, vagy még szeretne hallgatni a mitikus történelmünkből, az küldje majd be. Hát a legegyszerűbb formája ennek gondolom az, hogyha e-mailben, ugye megvan szinte mindenkinek az én, ez a magyar évezetekes e-mail cím, de akár papíron is leírhatja, fölírhatja, és akkor átadja. Tehát április végén mi összegyűjtenénk ezeket a kérdéseket, le is adnánk akkor az előadóknak, hogy ők is lássák, hogy mik ezek a kérdéskörök, és akkor ők már úgy jönnek, hogy ezekről a ilyen kisebb, még esetleg az előadáshoz kapcsolódó témákról közösen egy alkalommal még beszélgetnénk, elmondanák ezekről a gondolataikat. Nyilván nem biztos, hogy minden kérdés sorra tud kerülni, vagy attól függ, hogy mert feltételezem, hogy azért sok minden le fog futni, de azért egy jó pár olyan kérdést akkor együtt még ezen a különleges alkalommal meg tudnánk beszélni, és meg tudnánk hallgatni. Tehát május 12-ére tervezzük ezt az alkalmat. És akkor most a mai alkalommal megkérem Lajost, hogy kezdjünk bele az előadásba. A szokásos menetrend, tehát olyan, ez ugye 5 órát mutat ez az óra, tehát itt most kicsit kivillent az idő, de 7:30 körül tervezünk egy szünetet, tehát ahogy lenni szokott a szünetben, lehet ugye kávézni, stb. És akkor egy ilyen 20 percen után pedig folytatjuk. Jó? A telefonokat azért lehetőleg valahogy hallgattassuk el. Némítsuk le az a marrelinket, és akkor megkérem Lajost, hogy kezdjünk bele. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves egybegyűlteket. A téma az megint olyan, hogy mivel az ember általában Mátyás király vonatkozásában nem tud elfogulatlanul beszélni, értekezni, vagy mondatokat megfogalmazni, hát mindig egy ilyen dohogó módon lendülünk bele a témakörökbe, mert évről évre ugyanazt lehet tapasztalni, amit évről évre sajnos meg lehet tapasztalni, csak ezek az évről évre, ezek már évtizedek, sőt, talán már évszázadokat is lehet mondani. De Mátyás király esetében az utolsó évtizedek játsszák ezt a főszerepet, ahol a dehonestálásnak minden, hogy úgy mondjam, hadosztálya felszokott vonulni. Ez azt jelenti, hogy szinte nincs olyan időszak, hogy valaki a baráti körben ne jegyezni, nem most legutóbb történt talán egy héttel vagy két héttel ezelőtt, hogy valamelyik tévé csatornán milyen mondatok hangoztak el. Most ezek a mondatok ezek gyakorlatilag 10-20 éve folyamatosan elhangoznak. És ilyenkor kell, ahogy mondani szokták, a tolvajt, ha nem érik tetten,
akkor egy idő után már nagyon nehéz rábizonyítani, hogy ő volt adott esetben a tolvaj. Tehát ha egy nemzet hagyja évről évre, hónapról hónapra, hétről hétre, hogy a saját hagyományaiból kiforgassák, akkor ott óriási nagy probléma van. Persze mindig vannak olyan dolgok, amelyek elterelik a figyelmet, amelyek fontosabbnak tűnnek, de van egy probléma, az igazságnál fontosabb nincs. És azért a 15 milliós magyarság Európa kellős közepén nem az egészségével emelkedik ki az európai népek tengeréből jelen pillanatban, hanem a betegség tüneteivel. Ezt gondolom tudjuk, hogy meglepő módon Európa legbetegebb népe gyakorlatilag most éppen itt tartózkodik. Most már hogy nagyon jó lenne, hogyha eljutnánk oda, hogy egészséges emberek néznek egymásra, és nem nyílt betegek, rejtett betegek, majd holnap betegek, tegnap volt betegek, te hol betegedtél, meg én hol betegedtem, meg tehát ilyen kiszavazós vagy beszavazós játékok keretében alakulnak a dolgok, és ez meglehetősen nagy baj. A magyar nyelvben az igazság szó, ezt mindenki tudja, de már hányszor elhangzott, és éppen az a baj, hogy nem nagyon szoktuk komolyan venni, ez az egészséggel van testvéri viszonyban. Tehát magyar nyelven, ha én az egészségnek a forrását keresem, mert odáig mindenki eljut, hogy egészség, és várják a Nobel-díjat. Gondolom láttunk már ilyet tévében, rádióban lehetett hallani, amikor valaki tényleg ilyen átszellemülten bejelenti, hogy a magyar nyelv és az egészség. Na most tovább kell lépni sajnos, hogy az egészség mitől lesz egészség? Az igazságtól. Tehát nem árt időnként erkölcsi úton, módon keresni bizonyos jelenségek és tényleg igazságuk forrását, mert hiába beszélünk egészségről, ha nem tudjuk, hogy honnan származik az egész, az az igazból ered. Tehát az igazságból nem lehet engedni. Minél inkább hamissággal terhelt egy nemzedék, minél inkább az igazság kimarad a mindennapi élet ritmusból, gyakorlatból, sajnos annál betegebb lesz. Ennek megvannak a maga következményei, és azt is tudni kell, hogy nem magunktól váltunk ilyenné, hanem úgy alakul a történelem, pontosabban úgy alakítják, hogy olyan terheket rónak a nemzetre, amelyek először is egy halálos ítélettel értek fel 1920. június 4-én, ezt mindenki tudja. Tehát gyakorlatilag a megmaradt nemzet részt, ország részt, azt egészen egyszerűen halálra ítélték. Ehhez képest történt egy csodálatos megújulás és feltámadás. Most gondoljuk végig, hogy mekkora életerő munkálkodik. És ez az életerő, ez ténylegesen, amikor mondják naponta, hogy igazságot Magyarországnak, tehát 1920-tól ez napjainkig szinte minden nap valahol felcsendül, akkor nem ártana tudni, hogy mit jelent az igazság. Ez nem azt jelenti, hogy én tudom, hogy mit jelent, de Mátyás király esetében azért nagyon szépen tetten lehet érni, hogy adott esetben mit jelenthetne az igazság. Tehát amikor történetesen tévében, rádióban, naponta már, napi szinten elmondják történészek. Persze hol negédes, hol kioktató modorban. Tehát ez mind a kettőnek megvan a maga lélektani sajátossága, mert kioktatással általában elrettenteni szoktak. Hát a negédességgel, meg a házaló gondolom tudjuk, a postásnak van egy nagyon érdekes szokása, szeret többször csengetni, de lányos házakhoz legalább kétszer. Tehát, hogy nehogy véletlenül mondjuk lemaradjon valamiről. Tehát nagyon szívélyes a belopakodás, ugyanakkor pedig nagyon kioktató. És általában, mivel ez a kettősség mégiscsak a tájékozódásunkat meg szokta határozni, tehát ezek módszerek, úgy a többséget el is szokta találni. Tehát mit szoktak elmondani? Egyébként én magam is, ezt ilyenkor mindig sikerül elmondani, ez nem egy érdem, de tényleg elhangzott, egy olyan 10 évvel ezelőtt egy nagyon nívós rádió műsorban,
ahol nagyon regényes módon adják elő a magyar történelmet, megint olyan behízelködő hangmodorban, a jól értesültséget vitogtatva, persze csak nagyon tapintatos módon. Tehát ez egy kialakult tolvajnyelv. És végeredményben következő mondatok hangoztak el egy ilyen fél órás szóláson belül. Hát az, hogy Mátyás nem is volt jó király, azt gondolom sejtjük, hát az alapjára nem is volt jó király. Nem is volt nagy király. Egy ilyen középhatalom méretű nagyságrendben kellőt elhelyezni, és mivel túlterhelte a magyar állam gazdaságot fölösleges hódító háborúival, most ilyenkor mindig tűnődik az ember, hogy kinek a pártján tetszik állni, vagy kinek az oldalán, vagy hova fog majd szavazni. Az úgy lehet ám tudni, hogy ki hol áll időnként. Tehát úgy szépen úgy elmondja, hogy hát ez nagyon csúnya dolog volt, és ahelyett, hogy a török ellen viselt volna háborút, ismerjük most is a hangok, hogy hol kellene háborúzni. Na most ebből lehet látni, hogy akik tényleg semmit nem tudnak a világtörténelemről, nincs semmiféle tudásuk, és naponta osztják az észt. Ez valami iszonyat. És sajnos ezzel lett tele a világ. Nehogy azt higgyük, hogy ez hazai jelenség. Hát Brüsszeltől most nem akarok keleti országokat mondani, mert szívünk, lelkünk időnként odahúz, de amikor mondjuk valahol az ember szkíta kurgán feltárási helyeken ugyanazokat a mondatokat hallgatja helyi történésztől, amitől nekünk itt már a szívünk is rosszul kezd dobogni, mert már annyit hallottuk, és akkora ostobaság, akkor viszont már lehet látni, hogy ez globális szintű, ez a fortélyos félelem igazgat, és nem csalók a regény. Tehát, hogyha az emberiség nem közös sorsát élné most, tehát azt jelenteni, hogy azért lennének kiemelkedő, csodálatos szirtek, amelyekre érdemes lenne feltekinteni, felkapaszkodni, mert ott még nagy tudás van, nagy bölcsesség, akkor nem lenne semmi probléma. De globalizáltá vált a világ. Tehát mindenhol ugyanaz az egyenmassza van. Azok a népek, akiknek van történelmük, azoktól elveszik, azok, akiknek nincsen, azoknak adnak, most látjuk, hogy tőlünk keletre. Hát körülbelül olyan módon, ahogy mondani szokták, hogy is szokták mondani, hogy rádobják, hogy vigyed magadtól. Még kapsz egy ajándékot. És szemmel láthatóan az új keletű népek nem tudnak a világtörténelemben magukra találni. És az a helyzet, hogy a régebbiek sem. Tehát ha valaki tudja, hogy jelen pillanatban Lengyelország nem csak Mátyás király idejében viselkedett hivatalosan ellenségesen Magyarországgal, de most ezért kellene ismerni a világtörténelmet és a történelmet. Tehát van köztünk egy hatalmas nagy, ezt néha politológusok elmondják, egy tényleg emelkedett, szinte szerelmi kapcsolat. Igen, nem csak van egy probléma. Az élet pedig olyan, amilyen. És jelen pillanatban Lengyelország, és nem most, 10 éves nagyságrenden belül, kivel kötötte a legtöbb gazdasági szerződést, a legtöbb stratégiai szerződést, a legtöbb katonai szerződést? Romániával. Világos? Most ezért kell észni le. És ne rám nézzünk ilyen pislogó módon, mert az ember eldobja meg a mikrofont a saját ezzelból. Elnézést, nem én kötöttem ezeket. Komolyan mondom, mintha egy laborba beültették volna a kis lökött gyereket a langyos vízbe, úszógumival, hogy az a laborba el ne süllyedjen, és úgy lubickolgatunk. És időnként, amikor kiül a langyos víz, akkor méltatlankodunk. Egyszerűen nem tudjuk, hogy mi van a világban körülött. Csak mindig ilyen tünetek. És nem az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy mi van, hanem az a probléma, hogy magunkról nem tudunk szinte semmit. És ez már ténylegesen tragédia. És hangsúlyozom, ez most nem ilyen kioktató módi akar lenni, csak tényleg Mátyás király mindig olyan jó alkalmat teremt arra, hogy tényleg ébredjünk már fel. Mert nem lesz ébredésünk, hogy Petőfi Sándor mondani szokta.
a talpra magyar. Megy az idő. És Petőfi Sándor, gondolom tudjuk, nem véletlenül 200 éves évforduló, soha nem volt annyira aktuális, leginkább a saját idejében nem volt. Az ő, hogy úgy mondjam, politikai költészete aktuális, mint jelenkorban. Ki kell vívni a népeknek a világszabadságot. Pont. Tehát a világszabadság most vagy soha. Ha most az emberiség elszalasztja, jön a mesterséges intelligencia, a biorobotlét, a férfi ne férfi, ahogy József Attila mondja, nő ne nő legyen, Thomas Mann üzlésében, csak ő pont fordítva mondja. A férfi az legyen férfi, a nő az legyen nő, mert így lesznek ők emberek, most saját szavaimmal mondom, mert ember az egyre kevesebb. Hát most már magát az embert éri a támadás. Saját nemiségében, identitásában. És úgy nézzük a televíziót, hallgatjuk a rádiót, hát a József Attila, az ümmögő híreket, ahogy ő megfogalmazza. Tehát nem tudom, hogy miben reménykedünk, vagy mit gondolunk, de ténylegesen, mint a halálra ítéltek, tulajdonképpen, mint hogyha az egész világ arra várna, hogy a halálos ítélet elmarad. Egyébként van, akinek elmarad, van, akinek nem marad el. Hát akik mondjuk ilyen halálra ítélt státuszban voltak 1956 után, hát mindig, és nem volt bírói ítélet, hányan marták el? Nem lehetett tudni, amikor csörren a zár, hogy ki lesz soron, kit fognak elvinni. Na most ehhez képest tehát felcsendülnek a szózatok, elhangoznak a mondatok, hogy nem is volt nagy király, török ellen nem viselt hadat, és ahhoz képest, hogy állandóan hadakozott, hát miért nem a déli határrészeken intézte az ország dolgait, magyarul már Magyarországot, akkor a mai történészek túlnyomó többsége egy önmegsemmisítő katasztrófába akarta belehajszolni. Miért? Mert ahogy lenni szokott, ezekben a nagy hadjáratokban soha senki nem segített. Se Hunyadi Jánosnak, se Hunyadi Mátyásnak, se Úlászlónak, se II. Lajos királynak, se Szapolyai Jánosnak. Egyáltalán soha senki nem segített, hanem megpróbálta egy fortélyos, titokzatos, háttérhatalmi világ Európa kellős közepét fölmorzsolni, fölörölni, feldarabolni, a kincseit, javadalmait elvenni, megszerezni, és gondolom tudjuk, már IV. Béla magyar király megírja az akkori római pápának, Ince római pápának 1246 körüli időkben, hogy amikor volt a nagy veszedelem, akkor megkerestük az európai kereszténység három legfontosabb udvarát. Tudnélik a tiéteket, a császári, a német-római császári udvart és a francia király udvarát. És ezektől, vagyis tőletek semmi segítséget nem kaptunk, csak szavakat. Pedig, írja IV. Béla, tudnivaló, hogy akik a világtörténelemben, ezek most én fogalmazok így, ő sokkal nemesebben is, hogy úgy mondjam, nyugodtabban és bölcsebben fogalmazok, de a lényeg a következő. Ezek a levelek, ezek középiskolai szöveggyűjteményekben olvashatók voltak, hát még annak idején. Most nem tudom, hogy mi a helyzet. Most ezt miért mondom? Érezzük, hogy nem titkos szavizdat világról van szó. Bárki elolvashatja. Ki olvassa el, és ki fogja föl, hogy mi van odaírva. Akik eddig a világtörténelemben világuralomra törtek. Mindig egyedül a mi országunkat próbálták meg elfoglalni. Brzezinski ezt hogy fogalmazza meg az 1970-es években? Amerikai Egyesült Államok irányából. Hogy fogalmazza meg? Aki a világ fölötti hatalmat meg akarja szerezni, az foglalja el Európa szívét. Hol van Európa szíve?
Európa kellős közepén. Hol van Magyarország? Európa szívében, Európa kellős közepén. Ez nem Kelet-Európa, nem Közép-Kelet-Európa. Lehet, hogy én rossz helyen jártam annak idején általános iskolába, de emlékszem, 5. osztályban, földrajzban, tananyag, Magyarország, Európa közepén van. Na most hol helyezték el minden időben az Európa közepe emlékműveket? Hát az egyiket a monarchia idején Kárpát alján, ma úgy hívjuk, hogy Kárpát alján. Hát gyakorlatilag ez egy kitalált fogalom. Nem annyira kitalált gyakorlatilag, vagyis nem olyan éles, mint a vajdaság, mert gondolom tudjuk, az nem vajdaság, az legfeljebb délvidék. A vajdaság az pont a magyarság ellenében létrejött szerveződés, nevezzük vajdaságnak. Tehát egyszerűen feje tetejére állt világban élünk, közigazgatási egységről van szó. Pont a magyarságot hagyták ki benne. Azok nem vajdasági magyarok, hanem délvidékiek. Tehát az Alföld az a határon túlmegy, ha nem vettük volna észre. Tehát a Kárpát-medence természetes tájegységéhez tartozik hozzá. Azt, hogy a Kárpátalja Kárpátalja lett, jó, megszoktuk, de régen ezt így soha nem fogalmazták meg. Na de mi a lényeg? Hát emlékezzünk arra, mert látom megint úgy a derengő tekinteteket ide-oda cikázni, akkor segítek, 896 okán mit tanultunk meg? Soroljam a példákat? Hát 896-ban emlékezzünk vissza, soha nem volt olyan történelmi esemény a világ történelemben, amire azt lehetett volna mondani, hogy egy nép, egy nagyszámú nép bejött a Kárpát-medencébe. Tehát 896-ban ide magyarok pont nem jöttek be, mi már rég itt voltak. De hát se baj, a hivatalos kutatástörténet Pauler Gyulával az élen, 1800-as évek végén megállapítják Magyar Tudományos Akadémia kérésére, mondván, hogy fel kell készülni a millennium ünnepségekre, hogy mikor lehetett a honfoglalás. Most megint mi a probléma? Soha magyar történetírás, krónikák, mondai hagyomány, soha semmi, vagy 700 éven keresztül, 800 éven keresztül, ha csak 1000-től, Szent István korától számolunk, ilyen szó, hogy honfoglalás soha se latinul, se magyarul nem lett leírva. Akkor miért mondjuk, hogy honfoglalás? Hát mi 896. Na igen ám, de van egy probléma. És ez pedig mi volt? Pauler Gyula, nem tudom, hogy ki volt ő, egyébként történész volt. Az ember úgy tűnődik, ilyen dolgokat hogy lehet egy-két emberre rábízni? Nem tudom, hogy érzékeljük-e. Hát 1920. június 4-e nem véletlenül következett be. Nekünk illúzióink voltak akkor is, meg most is. Hát magunk alatt vágtuk folyamatosan a fát. Nem mindenki, hanem az a hivatalos áramlás, amit ránk erőltettek. Hát ma gyakorlatilag most, ha körülnézünk a jelenlegi, mert hát most vasárnap úgyis vasárnap lesz, az ember megnézi, hogy kik ezek, honnan jöttek, mit mondanak, milyen színeket használnak. És mi az, hogy mindannyiunké Magyarország? Pontosítsunk már valamit. Ne arra, hogy kit értesz azokon, hogy mindannyiunk, barátaidat? Vagy a migránsokat? Mi az, hogy mindannyiunkért? Sehol egy piros-fehér zöld. Hát azért ezek nyílt üzenetek. És azért ezekből, hangsúlyozom, egy ivarélet felnőtt ember, hát egy nemzet élet nem kártoskodások mentén kell, hogy történjen. Hát gondolj, családi életbe, ha valaki így beavatkozik. Hát lehet tudni, hogy milyen szándék. Tehát nem az a kérdés, hogy én hova adok le valamit, meg mit. Normális ember végig gondol dolgokat. Ezekre mit lehetne rábízni, de most őszintén? Hát az égvilágon semmi. És nem azért, mert nem szimpatikusak. Hát tőlem még szimpatikus is lehet. De elnézést, ha itt ül ennyi ember,
akkor is van egy repülőgépünk, és történetesen kiderül, gyerekek, most a repülővel tudunk valami miatt tovább menni. És akkor ki legyen a pilóta? Ez nem szimpátia kérdés, hanem aki tud repülőgépet vezetni, világos? Hát mi elbagatelizáljuk a saját sorsunkat. Hát ennyi táncdalfesztivál, ennyi humorfesztivál, sehol a föld kerekségén, mint itt bent a Kárpát-medencén belül, mindegyik jó a maga idejében. Na de nem ez határozza meg egy létnek, egy népnek a léttörténetét, vagy sorstörténetét. Tehát röviden bejelentik, hogy ez 895-ben volt. Csak 1895-re nem készültek el a millenniumi építkezésekkel. Na most akkor mit ünneplünk mi 896-tal? 1896-ot. Világos? Tehát többszörös a hazudozás. Ezt csak azért hozom mindig elő, hogy érzékeljük, mit jelent a butaság. A meg nem gondol gondolat. Az, hogy nem nézünk utána a dolgoknak. Mondom, soha nem felejtem el, álmunkból felébresztettek, gyerekkorunkból vigyázz állásban mondtuk, hogy 896. Tehát nem erről volt szó. Na de vissza kell térni, magyar krónikák soha nem beszélnek honfoglalásról. Akkor miért mondjuk azt? Visszajövetelről beszélnek. Van egy első visszajövetel, primus, ingressus, hungarorum in Pannonian. A magyarok első bejövetele Pannoniába, visszajövetele. Mikor? 373-ban. Béla, Kevek, Adosa kapitányok vezérletével. Ennek a kornak a fénykora Attila király uralkodása, majd utána a történelem függönye zárul, és a második felvonás nagyon gyorsan indul. Mert a magyarok, ez a secundus ingressus, másodszor 677-ben jöttek vissza Pannoniába. És nem mint hódítók, hanem mint jogos örökösei e tájnak, e országnak. És a magyar himnusz hogy szól? Általad nyert szép hazát, legalábbis egy mondat. Mendegúznak vére. Mindig elmondja az ember, mert én ezt Batory Kornéltól hallottam, hogy elmondja, hogy sokszor középiskolai szintű tanárok nem tudják, hogy ki volt Bendegúz. Most ide jutottunk. Bendegúz Attila királynak volt az édesapja. Tehát azért hozom mindig elő a történelmi leckéket ilyen, tényleg ilyen kis játékos módon, hogy érzékeljük, hogy ha hallunk meredeknek tűnő mondatokat, inkább azon tűnődjünk elő, hogy mennyire meredek lejtőn vagyunk. Nem ezek a mondatok meredekek. Már rég lejtőni vagyunk. És akkor László Gyula elmondja, hogy 670-es években Kárpát-medencében megjelenik egy nép. Az egész Kárpát-medencét betölti, kitölti. Ez a nép régészetileg, antropológiailag semmiben nem különbözik Árpád magyarjaitól. A kettős honfoglalás elméletét erre alapozza. Na igen, de ez nem elmélet, ez gyakorlat, mert ezt a tények igazolják. És elmondja László Gyula még azt is, hogy adva van a képes krónika, amire annyit hivatkoztunk eddig, Nagy Lajos királynak íródott, festődött, és a képes krónika azt írja, hogy 677-ben a magyarok másodszor visszajöttek Pannoniába. Na most, ha valaki tudós, de tényleg becsületesen tudós, akkor mit tekint álomadatnak? Ezt a kettőt. Miért? Mert igazolja a régészeti tény, megerősíti a krónikás, kortárs írott hagyomány, tehát mikor jöttek be a magyarok? 896-ban. Hát gratulálok. Most ez jelzi azt, hogy annyira lekötik a nemzet figyelmét, ha éppen világpolitikai helyzet, valamitől való félelem, járványtól, háborúktól. Mert azért ez is nagyon szép dolog, azért nehogy azt higgyük, hogy a járvány história alszik. Hát gyakorlatilag melegen van tartva. Nehogy véletlenül valaki, ha már sokkot kapott az egyiktől,
az a visszatértében ne kapjon még egyszer vagy kétszer háromszor sokkot ugyanattól, amitől már elszenvedte. Tehát egyszerűen, hogy a Jelenések könyvében elhangzik, gyötrik az emberiséget, gyötrik a föld lakosait, és jaj a föld lakosainak azokban a napokban. Tehát gyötrik. És lehet érezni, hogy tényleg gyötrik, akárhol él, akárhol született, globális módon. Ezek nem olyan természetes problémák, hogy a természet, az anyaföld anya szülte őket. Ezeket mesterségesen generálják, és állandóan félelmet gerjesztenek. No tehát Mátyás király, mint tudjuk, ahelyett, hogy a török ellen háborúzott volna, elfoglalja Bécset. Ez nagyon nem tetszik, gondolom tudjuk. Hát ez vérlázító. Ilyet nem tehet egy keresztény király. Hirtelen mindenki keresztény lesz, aki nyilatkozik. Hát azért hogy lehet ilyet tenni? Igen, ám, de mi a világ történelmi vagy történelmi tény? Amikor Mátyás elindult a török ellen, akkor mi történt rendre? Hátba támadták. Kitámadt a hátba. Habsburg Frigyes. Van, amikor itt Győrbe elfoglalják Győr városát. Nem tudom, hogy van erről emléktábla. Mondjuk a nagy templom, a fő templom falán, hogy amikor ezek a keresztény, nagyon finom úri emberek nyugatról Habsburg Frigyessel ide hozták a kultúrát, akkor ide, ahol a Szent László Herma eredetileg volt, most tényleg még mindig nincs visszahelyezve, ugye? Tehát ahol eredetileg volt, ott az oldalkápolnában, tudta a templomban, a katonaság, a német katonaság, hát német ez most egy ilyen gyűjtő név, a lovaikat kötötték be. Tehát, hogy érthető legyen. Ugyanez volt a tatárjárás idején. Amikor jöttek a tatárok keletről, harcias Frigyesült, Bábember Frigyesült nyugatról, és ő is Győrvárát érdekes módon mindig elfoglalja. Aztán mindig ki lesznek verve. A tatárjárás idején is, amikor IV. Bélának még volt annyi erdeje, hogy fordultával, hogy mondani szokták a kocsmai verekedések idején, lekevert egyet, és Bécsig repültek vissza, akkor olvassunk el osztrák krónikákat, még fel voltak háborodva. Ezek a magyarok még a baj idején is így viselkednek. És gondolom tudjuk, akik Ukrajnából menekülnek ide, most hogy meg vannak döbben. Nekünk kellene felháborodni. Miért? Kik engedik folyamatosan, hogy népek tankönyvében a magyarságról állandóan elrettentő hazugságok jelenjenek meg? Hát elnézést, ebben mi is benne vagyunk ám. Soha nem felejtem el, amikor Kárpátalján megmutatták egy tankönyvet. Ebben a tankönyvben volt egy mamut csont, a mamut csontnak a repedései pedig kiadtak egy olyan alakzatot, ami a mai ország, nem a miénk, hanem az övék, állam határaira emlékeztetnek. Mi volt a kommentárszöveg? Ez az ország, most nem mondom ki a nevét, már akkor létezett. És gondolom tudjuk, már Kárpátaljára is igény tartanak adott esetben. És akik idejönnek menekültként, meg megdöbbennek. Azon a személyességen, gondoskodáson, emberségen, amit tapasztalnak. De hát elnézést, úgy tűnik, ilyen időket élünk. De azért mégiscsak jó lenne, hogyha a nemzet tudna az élet más területén is így módon viselkedni. Hogy az önutálattal, az önnemismeret, az önpocskondiázással egyszer s mindenkorra végre felhagyna. Mert tényleg zúgnak a harangok, és ki tudja, hogy a harangozó meddig tudja húzni, hogy térjünk készhez. És akkor elmondják még azt is egyébként, hogy ez a kedvencem nem is jártál ruhába. Ez miért fáj? Ez valami hihetetlen. Ez egyébként úgy jelzi azt a szellemi szintet is, mert mindenki magából beszél. Hát ez teljesen logikus.
Tehát csak olyanhoz tudunk hozzászólni, vagy megállapítani dolgokat, mindig magunkból beszélünk. Tehát tetszik, nem tetszik, azért ez úgy rányunk a valamire a bélyegét. De ez tényleg meghökkentő egyébként, hogy mennyire nem tudják elviselni, hogy Mátyás király áruhában járt. Holott, gondolom tudjuk, mondjunk egy magyar királyt, nevezzük meg, aki nem járt áruhába és ismert. Elnézést, ez nem csak a regényekből ismerték. Most mondok egy egyszerű dolgot, Nagy Lajos magyar király. Leírják róla, eleve Arany János, Toldi szerelme. Hogy indul Toldi szerelme? Na, Arany János a Toldit továbbírt, aztán lett estéje, aztán mire megöregedett, akkor legyen egy fiatal kora is. Tehát lehetett érezni, hogy Arany János úgy valamit még keres. Minden esetre, hát egy ilyen rossz lovon megjelenik valaki, egy fiatal ember. És hát a falu szélén lévő házba kéreckedik be. Na, ki volt ez a fiatal ember áruhában? Ezt nem Arany János találta ki. Kortársak leírják. Bonfini, Mátyás király idején leírja, amikor Nagy Lajos király korát tárgyalja, hogy Nagy Lajos király időnként áruhában volt. Miért? Mert arra volt kíváncsi, hogy róla a kunyhókba mit mondanak. És ezért, amikor megszállt kunyhókba, és valahogy a királyra terelte a figyelmet, ahogy ugye is várjuk, hogy na, akkor az hogy van, hogy hát milyen ez a király maguk szerint. És akkor néha, amikor elhangoztak panaszok, akkor visszamegy Budára, tehát nem Mátyás, visszamegy Budára, és visszamenőleg orvosolja a panaszokat. Szent István legendája. Nagyobb, mint legenda, Hartwig féle legenda elmondja, hogy éjszakánként Szent István nem volt. Imádkozott. Vagy álruhát öltött, és éjszaka elindult valahova. És valami tényleg történhetett vele, mert állítólag, hát akik szakállat hordtak régen, kockázatos dolog volt, mert nem csak oda az asszony tudott belecsimpaszkodni, és nem baráti módon, hanem általában az egy jó tépő, záros képződmény a szakáll, és Szent István szakállát koldusok közé keveredett, és valami viszály támadt, és az egyik koldus úgy megtépte, hogy gyakorlatilag kitépett szőrszálakat. Ez a legendájában szerepel. Hát az, hogy Szent László közvitéznek öltözve, ezt még a képes kronika meg is örökíti, amikor Pozsonynál vagy Mosonnál, Salamonnal déli időben mind a ketten áruhába öltöznek, és tulajdonképpen egyikük sem ismeri föl egymást egy pillanatra. De Salamon belenéz László arcába, nem azt látja, hogy Szent Lászlót látja ott, hanem az unoka testvérét, hanem hirtelen azt látja, hogy két angyal tüzes karddal kardoskodik a feje fölött, és megfut Salamon. Visszamegy a várba, és a vitézei meg megdöbbennek. Hát mit látunk korunk? Hát te két-három ember elől soha nem futottál még el. Hát legalább két-három embernek kellett jönni, hogy legyen valami kis izgalmat is, hogy rukkolhassunk. Most meg mi történt? És mit mond Salamon? Az nem ember volt, hanem angyal. Mert Isten angyalai védelmezték. Aztán jön Kun László király. Na, ez az egyik legkedvesebb történet. Nem csak azért, mert egy ilyen érdekes karakterű uralkodó volt, hanem azért, mert maga az esztergomi érsek, Lodomér esztergomi érsek írta le, és itt igaza volt. Hányszor könyörögtem a királynak, hogy álruhába, ne menjen a tatárok táborába. Na most soroljam a példákat. Tehát jön valaki és bejelenti, hogy hát nem is volt jó király, nem is volt nagy király, ja, és nem is volt igazságos, nem is járt áruhába, de mondom, ez az áruha, ez olyan, mintha ilyen személyes ügy lenne. Kikérem magamnak, hogy áruhába jár.
Igen, mert nem bírt táviratot, vagy iPhone-on nem üzent, vagy a Messenger nem adott fel valami. Figyeljetek, jövök. Vigyázzatok, tehát úton vagyok. És kiderül, hogy pont itt van egy nagyon jó kis könyv, mindenki figyelmébe álljon, Mátyás királyról szóló mondai népmesei hagyomány. Nos, egy biztos, hogy tényleg, és Kréza Ildikó is leírja, mások is megfogalmazzák, milyennek az áruhás király járásnak a legmagasabb rendű forrásvidéke. És innen lehet érzékelni ezt a nagy elutasítást. Valamitől félnek, mint ördög a szentelt víztől. Hát ki szokott álruhába megjelenni? A népmesében is. Jézus Krisztus. Nem egyszer. Szegény vándorként. Bekopog. Megint látom, nem mindenki olvas magyar népmeséket. Ráadásul valaha nem egyedül, rendre párban. És nem Szent Jánossal, hanem Szent Péterrel. Két szegény vándor. És mit néznek? Hogy van-e jó szívű ember? A jó szívű embereket keresi. És a jó szív megtalálása nem olyan könnyű, hogy én leírom, hogy én jó szívű vagyok, és itt írtam rá. Fogadd el. Az élet helyzet. És a jó szívűség mindig akkor derül ki, amikor kellemetlen helyzetben van, amikor úgy kell adni, hogy nekem sincs. Hát könnyű úgy adni, hogy van adott esetben, de képzeljük el, amikor kiderül, hogy ott kezdődik ám igazából a jó szívűség. Ahol a kis egérrel a népmeségben a hangos őrfogás csak utolsó morzsáját osztja meg. Amikor már neki sincs. És kiderül, hogy ez viszi majd őt előre. Ez az igazi nagy tett. És bizony úgy tűnik, hogy Mátyás király esetében minden ilyen áruhás kalandja, mert kalandnak szokták beállítani, végeredményben egy ilyen jelenség húzódik. És idézek egy történelmi forrást. Na most miért izgalmas az? Nem annyira izgalmas egyébként, hogy így kezdünk neki. Hát azért, mert még most látom, még el se kezdtük az előadást, úgyis csak 6-kor kezdjük. Én várom azt, hogy bőven elérje a mutató a 6-os. Na most egy biztos, ha valaki történész, olyan adatokról van szó, hogy olyan nincs, hogy nem találkozik velük. Tehát ez mit jelent? Tudatos hazugság. Tehát itt egyszerűen döbbenetes a dolog. Mert ha ezeket az adatokat ismeri egy nem történész is, hát minden könyvben benne vannak ezek az adatok, amiket én most idézni fogok. Jó, nem minden könyvben. De ha valaki utána néz dolgoknak, tehát nem titkos hagyományból merítünk. Hozzáférhető ügyekről van szó, mint a IV. Béla király levele is. Visszatérve, amikor elmondja, hogy ilyen veszélyes helyzetben, hogy a francia király elmegy a Szentföldre, tudjuk, hogy melyik a Szentföld, keresztes hadjáratra. Ez egy kicsit felelőtlen gondolkodásmód Európában, mert a tatárok készülnek egy fiaskót helyre tenni. És azt mondja, hogy az egész emberiségnek, egész kereszténységnek, egész Európának, na most a világ történelemben, hagyományban először azt, hogy egész Európa, egész kereszténység, egész emberiség, ki használja először? Ki írja le először bizonyíthatóan ezeket a szavakat? Hát, hogyha mondjuk nem tudom ki írná le, akkor tananyag lenne. Magyar király írja római pápának. És nem csak római pápának, leírja Konrád német királynak is, még a tatárjárás előtt is. Tehát a magyar király tud egészben gondolkodni. És kiderül, hogy másoknak ez nagyon nehéz. Érdekeltségekben gondolkodnak sajnos. Egy kis szűk területen. És azt mondja, hogy ha elesne, és ne adj Isten, nagyon keményen, de udvariasan fogalmaz IV. Béla, elesne Konstantinápol, elesne a Szentföld. Na most kereszténység szempontjából gondolkozzunk, hogy milyen kemény megállapítás ez, ha a Szentföld elesne.
ha elesni kellett Róma, ha elesni bármi, nem is sorolom, feltessék utána nézni, középiskolai szöveggyűjteményekben 4. Béla levele olvasható volt. De általában minden igényesebb szöveggyűjteményben olvasható. Nem ártana annyit az egész világnak, egész emberiségnek, kereszténységnek, mintha pusztán csak a mi országunk esne el. Na most gondoljuk végig, hogy mit mond a magyar király. Mit jelent a világtörténelem, Európa, a világ számára, a Kárpát-medence és a magyar királyság? Nem véletlenül igyekeznek még a romjait is tovább rombolni. És ha még maradt valami pislákoló láng, valami tűrt elszántsággal próbálják eltiporni. Nem járt álruhába, nem volt igazságos, és szinte remegő hanggal is egyéb tónusokkal mondják. De még mielőtt tovább mondom, ugyanebben a műsor áradatban a következő adás az Drakuláról szólt. Most ez komolyan így volt. Hát Drakulát egyébként Mátyás budai várban fogságba tartotta több mint egy évtizeden keresztül. Drakula milyen nagyszerű ember volt. Reálpolitikus volt, elképesztően művelt volt, nagyon jó hadvezér volt, volt egy kis hibája. Tehát abban a korban kinek nem volt ilyen kis hibája, hogy szadista volt. Hát ez tulajdonképpen az úgy hozzátartozott ahhoz a korhoz. Ja, és magyar származású volt. Most a legszebbet elfelejtettem mondani Mátyás király vonatkozásában, és hogy zárul a... És nem is volt magyar származású. Na most erre mit mond az ember? Magyar nyelve. És akkor tényleg felmerül, most kire érdemes mondjuk szavazatot adni? Mert azért ne felejtsünk el dolgokat. Egyébként nyilván most nem félreértsük, mert csak egy helyre lehet most ez vitán felül áll. De azért mégis figyelni kéne, hogy hogy jutottunk el idáig. Hogy alakult ki ez a helyzet? És a déli harangszó nem is a nándorfehérvári diadal emlékére van. Ez már 30 évvel ezelőtt elkezdődött. Ez a tanulnak. És érzem, hogy gratulálunk. És nemzeti oldalon is, én most nem nevezem meg az illetőt, mert mind a mai napig vannak rádió műsorai, és nagy hazafinak tartja magát, és nagyon ilyen, nem behízelkedő, hanem nagyon intelligens és együttérző a hangja, ugyanilyen intelligens, együttérző hanggal elmondta, hogy mint tudjuk, a déli harangszó az nem úgy volt, az egy tévedés, mert végeredményben a Szent Atya július 22-i diadal után, hát tényleg valamit lépést tett, de ez az, hogy Urunk színeváltozásának ünnepét augusztus 6-át kötelező ünnepé nyilvánított. Na most nem tudom, hogy én hol nőttem fel, de évről évre augusztus 6-a nekem soha nem jelentette a nándorfehérvári diadal, hogy úgy mondjam, megdicsőülését. Ez Urunk színeváltozása. Nagy történelmi színeváltozás volt, az vitathatatlan. Tehát mi jelzi? A déli harangszó jelzi. És ilyenkor szokták azt a szokásos módszertani játékot elkövetni, hogy elmondják hitelesen a mondat első felét, és a másodikat pedig nem folytatják. És a hallgató vagy a néző az nem tudja, hogy a mondat ott nem fejeződött be. Tehát ez mit jelent? Kétségtelen tény, hogy az akkori Szent Atya római pápa már június végén elrendeli Európa keresztény országaiban, állódélben a harangozást, hogy segítsék meg azokat, akik Nándorfehérvárnál majd védeni fogják a kereszténységet. Igen, ám, de ez egy kicsit későn történt. Miért? Mert ez úgy Szent Péter napja tájékára esik. Az meg olyan június 29-én van, július 2-án pedig Lós boldogasszony napján már a legmagasabb várfokokról látni lehetett a Dunán felhajózó török hajóhadat és a gyalogosokat is.
De a történelmi tény történelmi tény. Tényleg előtte lett elrendelve a harangozás. Ez vitathatatlan tény. Csak mi az érdekes? Hát utána nincs olyan rendelet, hogy most már okafogyottá vált a csendes déli ebédet megtörni ezzel a harangzúgással, tehát visszavonják a harangozást. Van visszavonó rendelet? Megerősítő rendeletek vannak. Sándor pápa úrászló idején, Mátyás király után nem hallom a déli harangzúgást, tessék csak harangozni továbbra is. És az, hogy a világ nem tudja, hogy miről szól a déli harangszó, az a világ baja. A probléma pedig az egészség és igazság kérdése. Mi miért nem tudjuk? Tehát itt nem arról van szó, hogy mindig kívül van a baj, hanem az a baj, hogy belül van már ez a nagy baj. Úgy viselkedünk, mintha nem rólunk lenne szó. Van irodalmi, indián hagyományban is van, amikor úgy beszélnek, mindenki ismeri, hogy egyes szám nem első személyben beszélnek, hanem én, te, ő, mintha vele történt volna. Vagy a királyi többes. Na de elnézést, ez nem igaz ebből a szempontból. Nekünk tényleg tudni kell azt, hogy a világnak mit adtunk, mit várhatunk el, és együtt mit tehetünk, és ha együtt már nem tudunk tenni a világért, akkor magunkra maradva mégis mit tudnánk tenni. És gondoljuk végig, hogy milyen ügyről van szó. Ma a miniszterelnöki dolgozó szoba a Nándorfehérvár teremben van, már hosszú idők óta. Most a Nándorfehérvár teremben, hát járt a majdani Pius, aki akkor még nem Pius pápa volt, amikor az eukarisztikus világkongresszus volt 1938-ban itt, és ő külön megkérte az akkori magyar vezetőséget, hogy hagyj tekintse meg a magyar szent koronát. Na most a Nándorfehérvár terem mitől Nándorfehérvár terem? Második János Pál pápa is járt ott. Tehát gondoljuk végig, hogy miről van szó. Esztergomi érsekek is jártak ott. Egyházi vezetők. Azért Nándorfehérvár terem, mert a Hosszanti falon van egy festmény, a déli harangszó allegóriája. Világos? Tehát megint 896. Tehát meddig terjed az emlékezetünk? Még 1895-ig sem. Adott esetben. És be lehet adni, miért? Mert nem belső igaz forrásokba, hanem én külső megállapításokból, panelekből építjük fel azt a képet, amit világképnek nevezünk magunkban. De ennél egy legógyár is sokkal jobb dolgokat tud gyártani. Ahogy mi így feldugaszolunk, meg összeillesztünk, és akkor úgy van, kiderül, hogy hiába van, mert semmit nem ér. Tehát a népek itt a környezetünkben nem véletlenül viselkednek. Gondolom, tudjuk. Nem véletlenül sajnos. Éreznek valami bizonytalanságot. Ahogy Ady Endre mondja, aki rúgott a magyarban, annak gusztusa van még tovább rúgdosni. Szinte úgy sugárzik belőlünk a bizonytalanság. És a nem tudás. És amikor minden vezetői szinten a bizonytalanság, a nem tudás hangzik el, lélekből még jók vagyunk, amikor egy pillanatra zászlót kell lengetni, vagy a koldusnak mondjuk alamizsnát kell adni. És magunkkal mit kezdünk? Na most minden esetre, tehát visszatérve, képzeljük el, hogy mindenhol van jelen pillanatban keresztény templom. Tehát van Vancouverben is, Kaliforniában is, Tokióban is, Pekingben is. Tehát és elvétve, gyakorlatilag vannak hiátusok, de a Kaukázustól végigömlenek a keresztény templomok be Európába, akkor átmegyünk Amerikákba, és helyi idő szerint mindenhol álló délben harangoznak. Na most ez mit jelent? Egy olyan mágikus misztérium, de ez már szavak halmozása, amit nép a világ történelemben soha nem kapott meg. Mi megkaptuk. Tehát
álló délben, helyi idő szerint, amikor a nap a saját tetsző pályáján legmagasabb pontjára ért, amikor egy napon belül legtöbb a világosság, akkor szólal meg helyi idő szerint a harang. Magyarul a déli harang szó fél ezer év óta, több mint fél ezer év óta körbe harangozza minden nap a Földet. Nem Sputnik járja körbe, nem teherűrhajó járja körbe, nem ufók lengik körbe, hanem a déli harangszó. Na most, ha egy népnek csak ennyit adott volna a kegyelem, ennyit adott volna a sors, ma röpködni tudna, példát tudna mutatni, meg egymást győzködjük, hogy nem is azért volt. Hát erre lehet mondani elnézést. Ókori a mondás, az istenek, akiket el akarnak pusztítani, azoknak először az eszüket veszik el. Tehát mintha elment volna időnként az eszünk. De közben nagyon jók vagyunk, nagyon értelmesek, csak tele van a fejünk panelelemekkel, a gondolatvilágunk. És ahelyett, hogy kidobnánk oda, ahova való, ehhez érdekes módon ragaszkodunk. Ezt úgy szeretjük. Miért? Mert ezek élősködnek rajtunk. És ezek olyan élősködő elemek, hogy közben mindenkinek a saját hormon háztartásának megfelelő gerjesztő anyagot bocsájtanak ki. Ő ettől lesz magabiztos. Adok neked a butasággal egy kis magabiztosság élményt. Egy déjà vu-t, hogy milyen a magabiztos ember. Na de tovább nem mondom, hanem az áruhára térek vissza, és ne felejtsük el, most Hunyadiak kora és Mátyás igazsága. És keressük az igazságot. Reményem szerint egyet-kettőt meg is találunk. Essen Boer, boroszlói főjegyző szerint Mátyás király október 25-e táján parasztruhába öltözve egy sebes lovon keresztül száguldott az ellenséges táboron, hogy személyesen meggyőződjön annak erejéről és harckészségéről. Ez a sziléziai háború idején, a boroszlói hadjárat idején volt. Na most a boroszlói hadjáratot, hát most éppen, hogy városostromokról van szó, gondolom tudjuk, a boroszlói hadjáratot, a boroszlói bravúrt minden hadi akadémián tanítják. Tudom, hogy a pozsonyi csatáról ezt sokan tudják, egyet viszont kevesen tudnak, hogy azt nem lehet olyan módon tanítani, arról meg lehet emlékezni. Még azt se lehet tudni, hogy ez a brezalaus purc, ez hol volt, hol nem volt. Világos? És én nagyon oda vagyok a barátainkért tőlünk nyugatra. De ez Aventinus 16. századi bajor szerző. Na most elnézést. Ha neked a nemzeti tudatodat ezt ki fogja elégíteni, akkor egy könnyen kielégíthető alak vagy. Nem baj egyébként bizonyos élethelyzetekben, de hát a helyzet az, hogy ez megint csak tragédia. És nagyon fontos ügyről van szó. Tehát félreértés megint ne essék. Csak milyen érdekes, hogy a zavaros dolgokban mindig könnyebben lehet manipulálni, mint a bizonyos dolgokban. Megveregetik a vállunkat, és adnak nekünk egy győzelmet. Tudod mit? Addig mondtuk, hogy nem is volt pozsonyi csata, legyen. És a legjobb tanulmányok nem fogjuk elhinni, ezt nagyon kevesen hiszik el. A mostani hadtörténész hivatalos gárda tollából származik. Hát azok legalább hadtörténészek, és tényleg reálisan fogják fel a dolgokat. Meg pozsonyi csata. Hangsúlyozom, nagyon jó, ünnepelni kell. Csak lebeg, mint a gólyának az a valami. És mi a lényeg? Ha 907-ben, most ne értse félre senki, Árpád vezér meghalt a pozsonyi csatában. Ott voltál? Ott voltál? Akkor hogy jöheted be Árpád 677-ben? Világos? Tehát a 896 idiotizmusához adnak egy válveregetőt.
tudod mit? Halljon meg a tárvát. Kaptok egy győzelmet. 907-nél előtti nem voltatok a Kárpát-medencében, vagy 809. Megállapodtunk. És mit csinál? Meg Bozsonyi csata, kérjük a Nobel-díjat. Na most ezek, hangsúlyozom, újra kutatási területekké kellene tenni. De ha többen harangozzák, többen mondják be a tévébe, mindenki annál jobban húzza ki magát. Na de figyeljünk oda, mert a dolog nem állít meg, boroszlói csata. Bravúr. Miért bravúr? Mert tényleg van egy város, Boroszló. Mátyás király ország határon kívül van sok száz kilométerre északon. Van Lengyelországban Wroclaw. Van Boroszló. És mi történik ott? A Habsburg uralkodó, a cseh király, a lengyel király, a tatárkán, nézzünk rá a térképre, és akkor egészítsük ki déli irányból, török szultán. Magyarország körbe van véve. Mi a hivatalos történetírásnak a problémája? Miért nem rokkantak bele? Mátyás miért nem szenved valahol katasztrofális vereséget, mint első Ulászló, László, vagy mint második Lajos? Miért nem hal meg egy csatatére? Miért nem végzik ki az országot, mondjuk az oszmán és a Habsburg hadak? Tehát zárul a halálos gyűrű Magyarország körül. És gondolom érzékeljük most, amikor van ez a probléma, hogy mit jelent, amikor nagy hatalmak zárnak körbe valamit. Mit jelent? Egyik oldalon Amerikai Egyesült Államok, a talaj, hát mindenki tudja, a termőföldek 90%-a Fekete-tenger északi partvidékén, a mai államalakulat az ottani területén, kinek a tulajdona? Kína tulajdona, világos. És akkor könyörögnek, hogy ne legyen világháború. Elnézést, az, ez világháború. Csak van egy probléma, hogy a világháborúkat nem mindig úgy vívják, hogy a te kis érzékeny, nedves orcimpátra úgy ráfűzik. Hát elnézést, ha az egyik nagyhatalom ott van a kibertérben, ott van a haditechnikában, ott van a propagandában, a másik nagyhatalom ott van a katonaságával, a harmadik világhatalom, ott van az megvásárolt földterületekkel. Hát a világháború az, amikor legalább két nagy világhatalom úgymond hadi helyzetben van. Itt az a kérdés, hogy elmérgesedik-e vagy nem. És hangsúlyozom, mert abban a pillanatban, amikor annak nyilvánítanánk hivatalosan, akkor kinyílna egy ablak, hogy kik harcolnak ott, kik szállítják a fegyvert. Kik adják a kódokat műholdaknak? Vagy műholdakról? Hát azért gondoljunk végig dolgokat. Ez egy olyan terület, ami most egy kísérleti terepasztal. Nagyon sok minden együtt van. De leginkább, amit gyakorlatilag minden nagyhatalom vezetője, leginkább az amerikai, és sajnos a miénk is elmondott csak más szavakkal, új világrend. A külügyminiszterünk mit szokott mondani? Új világrend van, és milyen jó lenne, ha győztesek oldalán találnánk magunkat. Nyoma nem volt még háborúnak. Hogy ilyen a helyzet. Át van, átalakítják a világot. És valaki mondja, akkor összeesküvés elmélet. Hogy lehet erről beszélni? Jelenlegi miniszterelnök bejelentette, remélem folytatni fogja ebben a státuszban, amit be fog jelenteni, de bejelentette, hogy 2030-ra a világ úgy megváltozik körülöttünk, hogy ez a pandémia, ami volt, az kutyagumiahoz képest. Most hány magyar ember kérdezte meg tőle, hogy mire tetszik gondolni? Hát ez egy sajtótájékoztató volt. Hát néma gyereknek annyi se érti a szavát, egyébként érti. Újra el kell mondani, ez a közmondásnak az a része, hogy kicsit teatrális. Mert egy igazi édesanyja, ha néma, ha nem néma a gyerek, érti a szavát. Azért édesanyja.
De egyszerűen nem találunk magunkra. Hát egy társadalmi élet nem olyan 4 évenként jelzem, hogy itt vagyok. Hát 4 évig őket nem szabadna magukra hagyni. És majd látjuk, hogy Mátyás király idejében mit jelent egy ország irányítás. Hát maga Mátyás király nyilatkozik, az igazságos. Egy országnak kevés, de jó törvényekre van szükségük. Miért? Mert kevés jó törvény betartható, paragrafusok, most én mondom, Niagara, Zuhataga, egymásnak ellentmondó cikkelyekkel betarthatatlan. És minél inkább nem akarnak igazságot, valódi törvényességet, annál inkább egymást kijátszó tételeket alkotnak meg. Hány magyar ember tudja, van ez a bizonyos jogi közlemény. Időnként érdemes lenne olvasni. Hát minden napra jut egy törvényalkotás. Vagy 10. Ki követi nyomon? Tehát ha nem ebben az országban élnénk, akkor az ember azt mondaná, hogy jó van. Tehát most tényleg olyan a helyzet, hogy valamire nagyon oda kellene figyelni. Miért? Mert körülöttünk tűzzel játszanak. És tényleg képesek bármi. És nem számít nekik az ember, ha nem tűnt volna fel. Nem számít. Hallott Indián a jó Indián. Soha nem számított ezeknek az ember emberként. És mi mindig csodálkozunk, hogy ilyen szörnyűségek történhettek. Ezre mindig rá kell csodálkozni, de az ember azon csodálkozik, hogy miért csodálkozol. Hol élsz? Nem a mennyországban élünk, vagy tüngérországban élünk. És ennyi tragédia, ami történt csak Mátyás halála után a földkerekségen, még mindig, és igen, ez azt jelenti, hogy az ember eredendően nagyon jó. És hála Istennek, hogy csodálkozunk. Miért? Mert magunkból indulunk ki. Mert el nem tudjuk képzelni, hogy milyen kegyetlenségekre képesek. Az inkák, az asztékok, az ausztrál benszülöttek nem azért nem harcoltak, mert ezt a néhány gazembert nem tudták volna kiiktatni. Nem feltételeztek ilyen embertelenséget. Ja, ha ezek jönnek, akkor mi megyünk. Köszönjük szépen. Majd egy másik korban, másik időben, talán majd találkozunk. De mi ebben nem veszünk részt. Ezek nem emberek. Az emberség útja. Teljesen más kategória. Na, boroszlói. Hadjárat, és hogy Mátyás, mert amikor elmondják, hogy nem is volt tehetséges, nem is volt igazságos, nem is járt árvába, nem is pisít, ez csak úgy mondom, tehát hogy érthető legyen, hát egyszerűen döbbenetes egyébként. Döbbenetes, mindent már megér, és nincs visszajelzés. Milyen? Mert aki fel van háborodva, általában azt sem tud úgy beszólni, vagy betelefonálni, hogy valami valódi érvel tudna előrukkolni. Hanem csak az érzelmei, hogy de legalább érzi, hogy ilyet azért nem mondjanak. Na most figyeljünk oda, mert nincs tévedés. Habsburg Frigyes, német-római császár. Cseh király, Ulászló. Lengyel király, Kázmér, és a krími tatár nagykenság. Több mint 100 000 katonával rendelkeznek. Mátyás kinti hadereje, ott Boroszlóba, hát nem is tudom, mindig zavarban vagyok, és mindig nagyobbra becsülöm a seregét, mint amikor utána egy előadás után az ember utána néz, ezt mindig elfelejtem, behallom őszintén, de pár ezer emberről van szó. Pár ezer emberről. Na most miért tanítják ezt a csatát? Mert ilyen a világ történelemben addig nem volt, azóta pedig nem fordult elő. Hogy adva van egy város, ezt a várost egy maroknyi erő védi a 10-szeres túlerővel szemben, és a város ostromló kegyelemért könyörögnek, hogy a védők kegyelmezzenek meg nekik. Na de hogy jutunk el ide? Hát úgy, hogy Bakócz Tamás, aki majd egyszer majdnem római pápa lesz, itt tűnik fel. A királynak a bizalmasa. Tehát Mátyásnak nagyon jó szeme volt, hogy a tehetséges embereket észrevegye. És a hadi tanácsban azon tipródnak, szó szerint most a tipródás az nem egy ilyen pejoratív megfogalmazás, hogy
hogy lehet ebből a szorult helyzetből kikerekedni? Hát ez lehetetlen. Hát mögöttünk ott van a haza, de milyen messze van. Ők nem is tudják, hogy még milyen bajban vagyunk. És akkor mit csináljunk? A táborunkat városon kívül állítsuk fel, vagy a városba védelemre rendelkezkedjünk be. És akkor mindenki elmondta az élményt, és Bakóc Tamás még fiatalember volt felállt, és azt mondta, hogy kint is és bent is. Mátyás így mondta, ez az. Zseniális. Tehát ez mit jelent? Nem bezárkózunk, hanem bent is vagyunk. Nem kizárkózunk a várból, hanem kint is vagyunk. Tehát úgy csinálunk, mintha miénk lenne a világ. És Mátyás ezt még kiegészíti egy aprósággal. Megkérdezi Szapolyai Istvánt, ő lesz Szapolyai János királyunknak, ő az édesapja, vagy ő lesz majd az édesapja. Megkérdezi Kinizsipárt, hogy tudunk-e most nélkülözni jelen pillanatban pár ezer embert, de úgy ezeret. És mondják, hogy hát király, hát ez elképzelhetetlen. A pár ezeren vagyunk. És pár ezer ember, egy-két ezer ember lehetetlen. És Mátyás király újra megkérdezi. Nem nagy létszámú sereg, 1500 ember. Na jó, 1000. Na de felség, 2000-en vagyunk mondjuk, vagy 3000-en vagyunk, vagy maximum 4000-en. Senki ennél megkérdezi harmadszor is. És nyilván akkor már tudják, hogy mi a dörgés. És azt mondja, Szapolyai és Kinizsi, jó rendben már legyen. Jó, akkor ti most megtámadjátok és elfoglaljátok Lengyelországot. És nézzünk rá a térképre. Egy a jelszó, nem a tartós béke, de egy a jelszó, hogy nagyon látvány, tehát a látványhadjárat. Tehát látványhadjárat. Tehát ahol jártok, ott égjen minden. Emberi életben ne essen kár, de gondolom tudjuk, hát a tüzek, azok messziről, meg a füst. Na most úgy képzeljük el, hogy Kázmér király felesége, hát aki gyűlölte Mátyást. Miért gyűlölte? Mert ő ötödik Lászlónak volt a testvére. Ötödik László volt, aki lefejezte Mátyásnak a bátyját, Hunyadi László. És igényt tartott, mint Zsigmond unokája, tehát leányági örökösödés révén, gyakorlatilag a lengyel királynak a felesége, bátyja halála után, vagy öccse halála után, lengyel királynéként igényt tartott a magyar trónra. Ezért volt Lengyelországgal Mátyás uralkodásának minden idejében feszült magyar-lengyel viszony, nem a néppel, hanem ezen az oldalon. És lényeg az, hogy Krakkó külvárosát már elfoglalták, és akkor értesíti, de érdemes a térképre ilyenkor mindig ránézni, és értesíti Kázmért a feleség, tehát Erzsébet királyné, hogy azonnal jöjjön haza, mert a magyarok elfoglalták Krakkót. Na most mi történik viszont ott, hogy nyer a magyar király? Azt, ahogy nyerni lehet, és ezt tényleg tanítják. Mert ilyenkor a többszörös túlerővel szemben mindig erre van lehetőség. És ha van ész, és van igazi tehetség, meg tudják csinálni. Az utánpótlási vonalakat vágták el. Tehát Mátyás vagy 50 kilométeres körzetben mindent elpusztított, vagy mindent begyűjtött. Nem tudtak az ellenfelek lovakat legeltetni például. Ők arra gondoltak, hogy majd pénz, paripa, fegyver, étel, ital, hogy menet közben lesz. De menet közben Mátyás éjjel-nappal lecsapott rájuk, és nem a főerőt támadta, hanem mindig azokat a szekereseket, akik vitték az élelmiszert. És hát a Mátyás, azért, hogy tudjuk, hogy ki, felállított a várfalánál egy hatalmas nagy színpadot. Ezen a színpadon boroszlói menyecskék és magyar vitézek éjjel-nappal járták a táncot. Most képzeljük el ezt. És a cseh király, a lengyel király, na most ezek összeomlottak. Tehát ez volt a híres boroszlói bravúr.
és ekkor történik az, hogy Mátyás parasztnak öltözve, és a boroszlói jegyző tudósít erről. Ha ő nem tudósítana, nem is ismernénk ezt a hivatot, átvágtat az ellenség haditáborán. De mindig ez volt a szokás a hadjáratok alkalmával, álruhában ő maga, cseh királyságért történő hadjáratok alkalmával, ez is megtörtént. Mi az, ami megtörtént? Mátyás leszakad a seregről, cseh parasztnak öltözik, cseh parasztnak. És a majdan ostromló várba bemegy. Igen ám, de ott gondolom tudjuk a várakat a filmekbe is, ha jön az idő, akkor bezárják este felé a várkaput. Itt korábban zárják be a várkaput, miért? Mert híre jön, hogy jön a magyar sereg, és a várkapitány fővesztés terhe mellett kiadja a parancsot, a rácsokat leengedni, kaput felhúzni, senki nem jöhet be, senki nem mehet ki. Na, itt jött a probléma. Senki nem mehet ki. Mi lesz veled, Mátyás? Cseh parasztnak öltözött. Hát nagyon egyszerű a dolog. Én nem tudom, hogy mit mondhatott, de most képzeljük el, hogy milyen szuggesztív teljesítmény kellett itt. Nem hamisodom, mit mondhatod, hogy mondhatod, akcentus nélkül cseh paraszt. Cseh katonáknak. És lényeg az, hogy felhúzták ezt a rácsos kaput, ajtót, kiengedték. És most jön az anekdóta, mert ez tényleg valószínűleg nem így történt, ez már csak az utókor. A cseh katona még utána kiáll. Hé, paraszt, hát neked olyan orrod van, mint ugyanolyan az orrod, mint Mátyás király. Hát legendás volt Mátyás orra egyébként, nem véletlenül, mert az orr az egy arcon belül mindig az etnikumhoz való tartozást szokta feltüntetni. Ezért szokták kényes kérdésként az utóbbi időkben általában kezelni. És ezért van az, menjünk el Egyiptomba például. Ókori egyiptomi szobrok 90%-a nem megsemmisítik, hanem szobor orrát leütik. Mindenhol ez a módszer. Nézzünk meg mezopotámiai szobrokat. Orrát le, onnantól kezdve gyakorlatilag hatástalanítva van. És csak úgy érdekességként mondom, hogyha valaki találkozik ezzel a szobrászati és problémával, akkor tudja, hogy itt most nem arról van szó, hogy kényes a kérdés, vagy nem, általánosan tudott dolgok ezek. És sem, ma már semmiről nem lehet beszélni, de arról igen, hogy a kisfiú kislány magát szülői engedély nélkül is szeretné átváltoztatni. Tehát a szülő ebben ne szóljon bele. Nem tudom, érzékeljük, milyen beteges világ. És még kívülről nézzük, de elnézést, itt van belül. A Budapesten középiskolákban bizonyos időnként lefoglalnak kérdésíveket. Milyenek a te szexuális szokásaid? Pánszexuális vagy? Tovább nem folytatom, mert vannak 18 év alatt is. Tehát, mintha nem is Magyarországon élnék. Nem is ebben a világban tartózkodnak. Tehát nem kívánom azt, hogy megízleljük a világnak, a jelenleginek az ízét, mert abba bele lehet halni. De az egy kicsit, hogy úgy mondjam, több tartás kellene. Magyar népmesékben hányszor szerepel az az egyszerű példa, ilyen többmenetes mesékben, félúton a sárkány legyőzi a hőst és feltarabolja. Na most ő utána feltámad, gondolom tudjuk. Addig is táltos lova volt. A feleségét a sárkánytól, sárkány elrabolta a feleségét, Vitéz János Hollóferminges mesére is gondolhattunk, és azért nem akármilyen lóvon próbálta meg őt hazavinni. De a sárkánynak gyorsabb volt a lova, és mindig utolérte. Na most, kedves magyar népem, mondaná Petőfi nemzetem, hiába voltak dicső őseid, de most alsz. Ébredj hazám, nagyon nagy baj van, mert ha nem ébredsz, nem lesz ki felébreszti. Nem lesz.
Tehát meg kell szerezni az erősebb lovat. Ha 5 lábú tátos lovam volt, akkor a 6 lábút. Tehát, hogy mit akarok ebből kihámozni? Ez az identitástudat, ez a felkészültség jelen pillanatban sajnos még nem elég. És képzeljük el, itt van 11 férfi ember, én szívesen csatlakozom hozzájuk, és meghívnak minket labdarúgó mérkőzésre ide az Eto stadionba, hogy itt a Barcelona. Hát mindegyikünk látott labdát már. Kiállunk, persze, ismerjük a szabályokat is. Csak amikor én elfutok a jobb szélen, akkor rájövök, ez volt az utolsó futásom, még 90 percig én nem fogok elfutni. De ha készülnék, tehát hogy úgy mondjam, csak befelé próbálnánk erősödni. Tehát szellemileg és lelkileg is időnként föl kell készülni. Főleg akkor, ha van miből energiát és erőt meríteni. Tehát visszakanyarodva, és akkor még szünet előtt egy gyors kérdés, hogy tulajdonképpen Mátyást milyen nagyságrendbe helyezzük el, még egy idézet jön, Justus Lipsius 1595-ben írja, német humanista, és tudni kell, hogy ő se kedvelte a magyarokat. Következőt írja, 105 évvel Mátyás halála után. Az elmúlt évszázadok uralkodói közül senki sem hasonlítható beszédkészségben, okosságban, bátorságban, harci sikerekben és a történelem ismeretében. És a történelem ismeretében a magyarok híres királyához, Mátyáshoz. Eltelik sok száz esztendő, képernyőn, rádión, egyebeken jön a történész és mit mond? Ez nem volt nagy király, magából indul ki. Nem volt jó király, azt se tudja, hogy miről van szó. És mivel ezeket az adatokat bárki ismeri, tehát nem arról van szó, és hogy kozmetikázzák. Jó volt a PR tevékenység. Tehát ez olyan, hogy most Petőfi 200, Petőfi korának volt a celebje. Gondolom már találkoztunk ezekkel. Hát egyszerűen döbbenetes, gyomorforgató. És veszünk be. Mert itt kicsit úgy berzenkedünk, na de a naponta ezt fogjuk hallani, észre se veszünk, hogy ragad ránk. Már mi is így kezdünk esetleg gondolkodni. Na most a legnagyobb kérdések egyike, nem is olyan nagy kérdés, ezt még tisztázni szeretném, az eredetnek, a származásnak a kérdését. Tulajdonképpen Mátyás milyen származású volt? Hát ez jó kérdésnek tűnik, egészen addig, hogyha nem tudjuk, hogy Bonfini is leírja egyébként, a maga Mátyás uralkodásának végén írja a magyar krónikát, és Mátyás uralkodásának idejét, még a temetését is leírja Mátyás király. Antonio Bonfini. És leírja, hogy Mátyás származás történetének, hogy kik voltak a édesapjai Mátyásnak. Na most kb. 5-öt lehet összeszámolni. Na most ilyen esetben lehet valamit tudni és érzékelni. Ha megkérdezem azt, most tényleg most Petőfi, 200. Tehát 200 év, és nincs tévedés, ő nem 823. január 1-én született. Gondolom tudjuk, hanem ebben az évben született. Megint látom a... Tehát lehet, hogy nehéz elhinni, lehet, hogy én még nem tudom milyen, amikor férfi gyereket hoz a világra. Nem is ez egy férfinek a feladata, de ha szül egy nő, ráadásul majdnem belehal a szülésbe. Ez Róz Mária. Ugyanakkor pedig, hát valószínűleg farral jött volna ki Sándorunk, és koraszüléset kell valószínűsíteni. Nem készültek a szülésre. Ez vitathatatlan tétel. A gyerek is meghalt. Majdnem. Hát nem az, hogy rohanunk a templomba, hogy kereszteljék meg a gyereket. Világos? Hát Arany János soha nem tudta életébe, hogy ő melyik nap született. Miért? Mert csak a keresztelő napja volt bizonyos. És a szülei, ahogy emlékeztek, kiderült,
hogy rosszul emlékeztek, írja Arany János. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy Arany János mondja el, hogy én március 1-től március 31-ig bármelyik nap születtem. Tulajdonképpen, mivel a keresztelés, tehát ő miért lett János, tehát a keresztelési szertartást. Tehát Petőfi Sándort január 1-én keresztelték meg. Pont. Tehát ez mit jelent? Előtte született. És ha valaki még nem járt szülőszobában, nem tudja, hogy ha megszületik egy gyerek, nincs olyan, hogy az édesanyja hirtelen felugrik, ölébe kapja és kiszalad vele, hogy gyere fiam, lányom, menjünk levegőzni. Ki se engedik a levegőre. Ebben az esetben, hogy érthető legyen. De ezek a legkevesebbek. Hol született Petőfi Sándor? Nem tudjuk. Világos? Hát ez a kiskörös, ez mikor jön? 1857-ig kiskörösnek nyoma nincs. Petőfi mikor hívta magát kiskörösinek? Szülőföldem. Így születtem, ezen a tájon. Aztán pontosítja, ez a város születésem helye, aláírja félegyháza. Világos? Petőfi rosszul emlékszik. Igen, igen, igen. Te megírsz jó verseket. Te írtad a szeptember végén című verset, tudom, semmi probléma. Nem tudjuk, hol született. Bármennyire hihetetlen. És mi a keményebb dió? Nem tudjuk, kik a szülei. Ez még ingoványosabb talaj. Széchenyi István 1854-ben mit ír? Ja, Széchenyi meg megbolondult. Nem tudom, hogy figyelünk. Széchenyi megbolondult, Petőfi nem emlékszik, de én tudom. Na most ez tényleg egy aljas dolog. Ja, és Széchenyi amúgy is öngyilkos lett. Igen, a jobb keze Széchenyi, aki a szomszéd faluba eltalálta a legyet a gerendán, olyan jó lövő volt, egyébként Petőfi milyen lövő volt? Elképesztő jó lövő volt. Tehát nem néz oda és bármit eltalál. Hogy ülte meg a lovat? Szőri. Úgy tudott lovagolni, hogy se kantár, se nyereg nem kellett volna. Széchenyi miről volt nevezetes? Na most nem ez a lényeg. Akárki Petőfi apja vagy anyja, Petőfi, Petőfi, csak valamire figyeljünk fel. Vannak dolgok, amiket nem én döntök el. Világos? De az nem úgy volt. Ott voltál. Ez egyszerűen döbbenetes, ez a nyikhaj, lenéző, szemtelen, másokat lejárató, ostoba, buta hozzáállás. Nem tudjuk. Ez lenne a becsületes állásfoglalás. És Széchenyi nem öngyilkos lett, hanem meggyilkolták. Teleki Pál, aki hithű római katolikus ember volt, és már rég az írás vizsgálatok kimutatták, a búcsúlevelet nem ő írta. Ezt még a Rubikon hivatalos történelmi folyóirat is közzétette. Világos? Akkor miért mondjuk, hogy öngyilkos? Hát csak azt terjedt el. És ezzel még tényleg az az eset, hogy hát nem tudjuk, hogy halt meg, úgy találták meg. Én hány krimit láttam gyerekkoromban, hogy a gyilkos, miután lelövi az áldozatát, a pisztolyt hova teszi? Oda teszi a kezébe, aztán röhög egyet és elmegy. Na most, Széchenyinek a bal kezébe volt a pisztoly. Ő jobbkezes volt. Hogy magyarázzák? Hát úgy magyarázzák, hogy hát valószínűleg már remegett a keze, és jobb kézzel kellett neki a csövet megfogni, hogy bal kézzel el tudja úgy sütni. Tehát a sületlenségnek gyakorlatilag minden területe együtt szokott lenni. Széchenyi írja 1854-ben, és hangsúlyozom, nem az a lényeg, hogy én mit gondolok, hanem az, hogy ezt ő írta. Ráadásul bizalmas levélben az egyik barátjához, hogy lelkiismeret furdalást gyötri. Most én lehetek akármilyen bolond, de amihez nincs közöm, az nem fog lelkiismeret furdalás. Jó, megtalálja a bolond a maga lelkiismeret furdalási zsákját és tolgozgatja, foltozgatja, de mit ír? Az, hogy a legnagyobb nyomorba hagyta meghalni Rúz Máriát.
Na most ezt hitelesíti nekem. Tehát miről van itt szó? Rozmária tényleg nem. Hát Petőfire felmegy Pestre 1849-ben, a édesem, most nevezem édesapján, Petkovics István meghalt, rá egy-két hónapra pedig meghal Rozmária. És senki nincs, a Petőfi is akkor fut be gyakorlatilag. Lelkiismeret furdalás kínoz, hogy hagytam ezt a nőt így meghalni. Na most játszunk el a gondolattal. A legnagyobb magyar Széchenyi István. Ez olyan idealisztikus megfogalmazás. Legnagyobb magyar költő, hogy szokták folytatni, szerb az édesapja, szlovák az édesanyja. A legnagyobb magyar bolond, megbolondult, öngyilkos lett, a legnagyobb magyar költő, meg mint tudjuk, hát nem is volt magyar. Honnan tudod, hogy nem volt az? Hát Petrovics István eleve nem lehetett szerb. Elővesszük a szerb irodalom történészek kutatásait, mely jelennek meg, csak olvasni már nem szoktunk. Megjelent egy antológia kisebbségkutatóintézetnek a kiadványaiban, nagyon jó könyvek szoktak ott megjelenni. Környező népek, hogy vélekednek Petőfi Sándorról? Szlovákok. Hát románokat nem is mondom. Szerbek. Csodálkoznak. Honnan veszik a magyarok, hogy Petrovics szerb volt? Ezt ők most hallják először, ezt csak én mondom így. Na így írunk származástörténeteket. Hát Pozsony környéki nemesi családból származott Petrovics. Elmondják, hogy Kartalon született, ez színmagyar település volt. Tehát Petőfinek a vélt vagy valós édesapja. Bárki volt az édesapja, megérdemelte, hogy édesapa legyen, de vannak problémák. Nem tudjuk, hol született, jön a következő, hoppá, nem tudjuk, mikor született. Nem tudjuk, hogy mi igazít a származásból. És Széchenyi azt mondja, pedig a fia, tehát a fiának én vagyok az édesapja. Tehát Petőfi Sándor a fia. Na most erre mit mond az ember? Hol volt, hol nem volt? Vagy így kezdjük, vagy hogy fejezzük be? Aki nem hiszi, járjon utána. Na most egy biztos. Tudom, hogy nehéz elhinni, és ez nem ért, mert valamikor a gyerekek nem hasonlítanak a szüleikre, hanem a nagyszüleikre ütnek. Már a fizimistájuk is. A mi Sándorunk elsőszülöttként milyen nevet kapott? Az elsőszülött fiú 19. században általában úgymond vidéki, falusi környezetben kinek az apja nevét szokta kapni. És a második fiú kapta az apja nevét. Petrovics Istvánról Petrovics István lett. És Petrovics István is úgy halt meg, hogy a fejfáján Petőfi István van, és az öreg zászlótartó, ki ez a vén zászlótartó? Petőfi megének. Hát Petrovics ott volt a pákozdi csatába. Nem magyar. Hol élünk mi? Tehát, hogy érthető legyen, bizonyíthatóan 16. században, vagy igen, akkor tájt a vége felé, vagy a 1600-as évek elején nemességet kap a Petrovicsoknak az az ága, erről származik Petrovics István, Petőfi nem véletlenül, akkor oda csap az asztalhoz, hogy én magam is nemes vagyok. Hoppá! Hát bizony így van. Így van a dolog. De legkevésbé úgy van, hogy Széchenyi dolgozószobájában két szobor volt. Az egyik az most nem is érdekes. A másik szobor kitábrázolt. Petőfi Sándort. Most hol halt meg Petőfi? Tehát fél egyházán, ha született, hol fejeződik be a láthatóság? Fehéregyházán. Véletlen ez nem valami mitikus életpálya? Egészen véletlenül. Félegyházától eljutok Fehéregyházáig. Azt sem tudom, hogy Félegyházára hogy jutott el egyébként.
mert sokszor felmerül, mert koraszülés volt, ez vitathatatlan, nem számítottak rá, úton voltak, és tulajdonképpen hát két város között egy csátában született meg. Tehát ezerféle variáció van. Mi a lényeg? Nem tudjuk. Akkor mi vitatkozunk? Akkor mit koszorúzunk, hogy ott született, ha nem ott született? Ez olyan, mint amikor Révai Péter koronaőr 1613-ban leírja, hogy a Szent Korona hátulsó oromzati részén az isteni Szuzannát ábrázoló zománckép van, tehát Imago Divi Matris Virginis. Jön a mai kutató, hivatalos akadémikus, Révai Péter rosszul látta. Ezt Papp Gábor gondolom, hányszor elmondta, rosszul látta. És ha olvasnánk ilyen tanulmányokat, tényleg rosszul lennénk. És el szokta Papp Gábor azt is mondani, hogy korábban Révai Péter talán egy szavahihetőbb, legbecsületesebben, mindenki becsületes volt akkor egyébként. De a magyarnak születni azt jelentette, hogy becsület. Bármennyire hihetetlen. És akkor jön a magyarázat, hogy összetévesztette a bajuszos szakállas bizánci ura, ő Révai Péter, aki így látja a magyar Szent Korán, gyereke, hozzatok egy nagyító üveget, vagy valami lézeres technikával a szememet oldjátok meg, hogy lássam, hogy a mai gender elmélet. Tehát összetévesztette. Vagy hazudott. Nem azt írta, amit ott látott. Na most ez már tényleg túltesz minden. És végig az életnek minden területe ez az észjárás jelenik meg sajnos hangadőkön. Déli harangszó nem úgy van. Gúnyolódnak, nyihognak, nevetnek, hozzátesznek dolgokat. Egy biztos, Petőfit soha senki nem látta azon a napon ott meghalni. Akik meghalni látni vélték, körülbelül 56 helyen 177 hősi halállal. Tehát eltűnt. És a Habsburg titkos rendőrség és a hivatalos elfogató parancsa, nekem ez a főér. Meddig volt érvényben Petőfi ellen? 1854-ig. Na most 1849-54, eddig hivatalosan érvényben van az elfogatási parancs. Pont. Nehéz belátni, hogy nem én döntöm el, nem mi döntjük el, hogy mi lett a sorsa, hanem volt egy sorsa. És ha elvitték Barguzinba, megmondom őszintén, ezerszer inkább megsiratom, megsüvegelem, mint ha a csatatéren halt volna meg. Miért? Mikor szenvedett többet? Egy gondolat bánt engemet. És Arany János az emlényekbe leír egy jelenést pont abban a dátumban, pont azokban az időkben, amikor ő Barguzinban tényleg meghalhatott. És onnan tekinti Petőfit Arany János halottnak, hogy éjszaka van, valami lengés van, szellemúj, tehát szellemidézés volt, megidézte Petőfi szellemét, és szellemírással Petőfi leírta, hogy mi történt vele. Olvassuk el, és beleszövi. Nem bánt már az egy gondolat. Tehát Petőfi pontosan tudta, hogy ne így halált hagyjél nekem. És ha tényleg nem olyat kapott, mert hőstünk meghalni csatamezőn egy férfi, hát gondoljuk már végig. Szabadságért, hazáért. De ki titkos féreg, fogarák. Elhervadni, mint a virág. Nyomtalanul, messzeség. Ez egyszer iszonyat, és bagatelizálnak. Röhögnek és vitatkoznak, ahelyett, hogy amikor lehetett volna, hivatalosan a DNS vizsgálatot elvégezték volna. Elvégezték? Nem. Magyarul ez mit jelent? Valami van. Na most ugyanez vonatkozik, bármennyire hihetetlen, Hunyadi János származására is. Tehát tele van a világ történelem, a magyar történelem hasonló indulások. És ha én megkérdezem Jézus Krisztus származás történetét, gondoljuk végig. Két családfa, tehát az egyik Máténál, a másik Lukácsnál, és nem hangulatkeltés, de eltérések vannak, mire Józsefbe beletorkollik.
És József nem volt vér szerinti édesapja. Hát Jézusnak az Isten az atya, hogy érthető az apja. Hát ez egy teljesen más nagyságrend. És akkor lehet itt vitatkozni, kisiklatni a dolgot. Aztán, hogy nehogy szó érje a ház elejét, hogy mindig onnan. Például Mózesről ki tudja, hogy ki fia borja volt. Meg tudja nekem mondani valaki, hogy Mózes honnan jött? Mózes kosár, milyen származású volt? Hát még a Tórában is mi szerepel? Nem beszél jól a zsidó nyelvet, világos? Nehéz nyelvű. Aztán ezt szokták úgy mondani, hogy a fáraónak a lánya szülte, ismerjük a dolgokat. Hammurabi, apkát hagyomány, Belső-Ázsia, mongol hagyomány, te is, te Dzsingisz Kán származása. Hát én is mondom, hogy hát a hatlábú szürke farkas volt. Tehát lehet szép dolgokat mondani, adott dolgok, de érzékelni kell, hogy vannak rendkívüli olyan esetek, amikor nem az dönt, hogy én mit gondolok, hanem van egy dalás részek. És egy biztos, gyakorlatilag egyetlen egy származási vonal hagyható ki egészen biztos. Hunyadi János származását illetően melyik? Hát azt, amit éjjel-nappal erőltetnek. Annak van a legkisebb valószínűsége, de ha nagyon akarjuk, Havasalföldön holnap felállítanak egy tegnap épített ház falára egy márványtáblát, hogy itt született Hunyadi János. És majd megyünk koszorúzni. És tényleg ott fogunk sírni. Majd jönnek olyan honfitársak, akiknek majd látomásuk lesz, megjelenik neki Hunyadi János, és azt mondja, nem születtem volna is magyarnak, de hát a csoda ette, mégis csak itt születtem. Na most, hogy érthető legyen, megint érzéke, nem ilyen egyszerűek néha a dolgok, de kiderül, hogy mindent lehet egyszerűsíteni. Ugyanakkor a szerb despota, Brankovics mire jelentkezett? Szerb hagyomány mit mond? Hát a szerb despota volt az édesapja Hunyadi Jánosnak. De a szerb hagyomány még egy fokkal sokkal tisztességesebb, mint a mai köztudatban lévő. Miért? Mert ez egy vonulat, és az általános hősénekek rendre úgy beszélnek Hunyadi Jánosról, hogy ő Magyar János. Vagy Szibiánia. Miért Szibiáni? Mert Szebennél hajtotta végre az első olyan katonai hőstettet, amit aztán megénekeltek. Most figyeljük végig a délszláv hagyományt, Fekete tenger partjától Adriai tenger partjáig. Sehol nem tudnak ola, legkevésbé nem a román származásról. Mert a román az mit jelent? A rómait jelent. A bizánci birodalomnak mi volt a neve? A bizánci császár Basileus Romaeum. Tehát amikor középkori szövegek Romániát írnak, akkor a kelet-római Romániáról van szó, mint birodalomról. És vég nélkül lehetne a dolgokat szövegetni, de lényeg az, hogy kiderül valami. Hát itt is olvasható egyébként, minden kortárs elmondja, és a Cilleiek családi krónikájában is ez szerepel. Most a Cilleiek, gondolom tudjuk, nem voltak a Hunyadiakkal édestestvéri kapcsolatban. A Cilleiek családi krónikájában mi szerepel? Hunyadi János édesapja Zsigmond volt, pont. Zsigmond magyar király, pont. Miért mondom azt, hogy pont? Mert nem törvényes, természetes fia, törvénytelen gyermeke. Na most, rendi társadalomban, de még az én gyerekkoromban is, hogy kezelték az én gyerekeket, szegényeket? Hát ha örökölni kellett, akkor ki nem örökölhetett eleve? A törvénytelen gyerek. Csak a törvényes gyerek örökölhetett, ha csak nem, nem rendezték úgy az öröklődési rendet, hogy ezt idejében biztosították volna. De hogy szól a hagyomány, amit leírnak? Heltai Gáspár írja le legteljesebben, de nem azt jelenti, hogy az lesz az igaz, de az az ismert. Ő az 1500-as években írja le, százszármazású, Kolozsváron és magyar nyelvű, hogy úgy mondjam, krónikát adnak ki.
és mi az, amit ott leír. És tényleg így van, Zsigmond járja az országot. Zsigmond akkor már úgy mond, milyen állapotban van. Hát Zsigmond olyan állapotban van, hogy ilyen nagy természetű embernek számít. 70 éves volt, 70 éves Zsigmond, amikor elmondják róla, hogyha történetesen hintóval utazott, vagy lóháton ment, és az utcán átmegy mondjuk a járdáról, mint ma a közlekedésben, mondjuk egy hölgy át akar menni. Zsigmond kiugrott hirtelen a hintóból, és mint ilyen lovagiasan áttessékelte, tehát élete végig ezt a különös lovagi hajlandóságát a női nem irányába nem tudta megtagadni. Fiatal korában viszont megtagadtatták vele. Akkor Nagy Lajos lánya Mária felesége meghalt, szülés előtt, Zsigmond özvegyen maradt. Na most abban a pillanatban hogy viselkedik? Úgy, ahogy magyar király nem viselkedhet. Tehát meglátott egy libbenő szoknyát, abban a pillanatban, hát utána akart nézni, mitől libbent az a szoknya, hogy libbent az a szoknya, hát ha egy kicsit lebbentenénk rajta, akkor alatta mi van. Tehát nagyon precíz ember volt ebben a kérdésben. Mindig az, hogy más oka is volt, de letartóztatják. Siklósi várva fogságban. És onnantól kezdve egy külön csapat a Szent Korona nevében hoz intézkedéseket, és tűnődnek, hogy mi legyen ezzel a méltatlan. Jól viselkedő uralkodóval. És innen fog a Garai család, mert garaiak nádorokat adtak Nagy Lajos idejében is, de itt megújul ez az ág. Tehát a garaik, a garák éres ágazata. Mert végig beszélik Zsigmonddal, hogy mit lehet, mit nem lehet. Először is a Szent Korona tant komolyan kell venni. Magyar királynak viselkedni kell. Másodszor azon nyomban meg kell házasodni. Vége ennek a kanász életnek, hogy Zsigmond belemegy, de elképesztő fifikás módon. Azt mondja, jó, rendben van, hát már éppen azon volt, hogy újra házasodik. Már éppen azon volt, minden álma az volt. Hát ő is érzi, hogy ez így nem, mert hát ő feleségül venni Cillei Erzsébetet. És akkor Borbála, bocsánat. Felmerül a kérdés, hány éves Borbála? 7. Nem baj, nem várom. Eljegyzi Cillei Borbálát, és biztosít magának még 7 szabad esztendőt. És tulajdonképpen innentől kezdve, és van egy hallgatólagos szokásírás. Ez nem annyira írott, hanem természetes törvény. Tehát ha a királynak éppen nincs felesége, mint mert van a királyi mag is, a királyi ház is, a királyi család, a dinasztia, a nemzetség, akkor szabad. De csak mikor szabad. Kipróbált nemesi család, hajadon és szerelem. Tehát ha az tényleg szerelem, akkor egy ilyen kapcsolat létrejöhet. És Zsigmond Erdélyben jár, mondjuk neki elég könnyen ment. Tehát az, hogy szerelmes legyen, József Attila mondaná, a költő szerelme szalmalány, gazértói sebes és falánk, hát Zsigmond valahogy így vette az akadályokat az életben. De tényleg Zsigmond évről évre javult. Olyannyira, hogy amikor meghalt, hát 50 évig uralkodott, gondolom fél évszázad. És tényleg legyűrte az ifjúkori hibáit. Tényleg sok mindent helyre tudott hozni, és elképesztő tekintélye lett már. És erre már tényleg lehetett építeni az utódoknak is. Tehát büszkék lehettek Zsigmondra. És tényleg annál nagyobb dolog, hogy valaki a saját hibáit, rossz tulajdonságait megpróbál tékozló fiú esete. De tényleg jóvá tud tenni, orvosolni tudja, nemesíteni tudja magát, ez rendben van. És akkor itt van az, hogy tulajdonképpen Morzsinai Erzsébet, Hunyad vármegyében vagyunk. Mi történik? Szerelmi ügyről van szó, és Zsigmond utána menne tovább. Igen ám, de nemesi család. És mi történik? Ott van a rokonság. A király adjon.
viszontos, hogy úgy mondjam. Szóval azért úgy maradni, és nem a király feleségeként, azért hiába mondhatjuk, most képzeljük el egy más történet okán. Hát még József is megkérdőjelezi Szűz Mária esetében. Csak József kinyilatkoztatás kap álmában. Hát hétköznapi életet élünk, most képzeljük el, hogy gömbölyödik. És mondja, hát a Szent Lélek. Hát jó, el akarja bocsájtani. És megjelenik, olvassuk el az evangéliumot. És az Úr angyala megjelenik álmában, hogy ne bocsájt, ez tényleg onnan van. Tehát van egy nagy megerősítés. De általában nem ilyen a helyzet. De kell a megerősítés. És Zsigmond lehúz az ujjáról egy gyűrűt. Mondom, kezdünk valamifelé közösen elindulni. Hát a holló csőrébe kerül majd ez a gyűrű. És mivel Hunyadi Jánosnak hollós címere van, nem pedig egy létező édesapa vagy család címerét örökli, mondjuk havasalföldi fejedelmét, nyugodtan lehetne az is az édesapa, csak van egy probléma. Ez a címer, ez Hunyadi Jánosi. Tehát ez mit jelent? Nem akárki az apa. Mert az apja címeri, tehát egy nemesi család van, a címer olyan, mint a névjegykártya. Csak évszázadokra, évezredekre érvényes. És lehúzza a gyűrűt, és odaadja, és azt mondja, hogy ha fiú születik, hozza fel Budára. A lány egyébként akkor is gondoskodott volna a neveléséről. És mi történik? Nyakban láncon viseli Erzsébet a Zsigmond gyűrűjét, és már megszületett a kisfiú. Hát János nevet kapta. És a fa alatta, hogy lenni szokott, miközben a patak parton mossák a ruhákat, elkezd végtelenül sírni a gyerek, leveszi a gyűrűt az édesanyja, odaadja a gyerek kezébe, tehát Hunyadi János kezébe, drága köves gyűrű, az meg nézegeti, hát a fényben az arany is és a drága kő is, csodálatos fény, misztériumra képes, csak van még egy probléma. Más is nézi azt a gyűrűt. Hát a holló. Hát azért a holló, a szarka, a varjú, nem tudom, hogy hallottunk-e. A tolvajokra mit szoktak mondani? Szarka. Hát ezek a fényre nem tudni, mint a lepkék éjszaka a lámpafényre, valami hihetetlen vonzódást éreznek. És leszáll a holló a fáról, csőrével kiveszi a gyerek kezéből a gyűrűt, úgy visszamegy a faágra. Hogy van a Hunyadiak címere? Holló alatt általában mindig van egy kis ág. Nem tudom, hogy észrevettük. Nem mindig egyébként annyi címer változat van. Ha eleven, de azért mindig ott van egy kis ágacska. Pénzeken is, Mátyás pénzérmény, hivatalos címereken, a holló egy fa ágon áll, és a csőrében ott van a gyűrű. Csak hogy ez fekete holló. És a fekete holló nagyon sok mindent jelent. Leginkább azt, hogy valaminek nem a kezdeténél vagyunk, hanem a végén. Tehát valamit be fog fejeződni. Nagy fényben, nagy dicsőségben, nagy pompában, de be fog fejeződni. Felviszi a gyereket Erzsébet Budára, és akkori követjelentésekből is lehet tudni, hogy Zsigmond körülbelül egy hónapon keresztül a budai palotába idegen országok követeit nem fogadja. Miért? Mert egy gyerekkel tölti az idejét, állandóan éjjel-nappal. És közben telerakja a bölcsőjét láncokkal, aranyláncokkal, drága kövekkel. Tehát elindul egy pálya. Csak mi a lényeg? Ez nem hivatalos. Miért? Mert ez nem fog ez a gyerek, hogyha lesz trónörökös, úgymond pozíciót vagy örökölni. Az ilyen gyerekeknek mi a feladatuk? Hát szépen a kispadon, ahogy labdarúgó nyelven mondanánk, várni azt, míg a bíró fütyül és a pályára be kell menni. Hát már Hunyadi Jánosnak be kellett menni. És még egy apróság, amik összeiszerű. Végig ott van Zsigmond mellett. És van még egy apróság. Hunyad vára a mindenkori királyi várak egyike.
Vajdahunyadvára. Gondolom tudjuk. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy negyedik Béla királyi család tulajdona, amikor kiderül, hogy ki lesz az ő utódja, ez István nevezetű fia, 5. István, kire íratja Béla király a várat? A trón várományosára, az utódra. Egyszer csak Zsigmond, ezt történészek is elmondják, minden érdem nélkül, minden indoklás nélkül egy birodalmi területet ad Serbe fia Vajknak. Na most a Vajk mikor volt román név? Se bizánci, se vlak név nem volt. Kit hívtak a magyar történelemben Vajknak? Találtak a pogánykori neve ez volt. Egyébként a román történetírás, gondolom tudjuk Szent Istvánt, pont a Vajk név révén már milyen származásunk tartja. Csak azért mondom, hogy mamut csonttól Vajkig. Tehát itt aztán tényleg lehet tájékozódni ebben a nagy világban. És miért? Mert ki kellett házasítani azt a Morzsinai Erzsébetet. Összeházasodnak, de kire van igazából ráírva Vajda Hunyadvára? Hát kisgyerek Hunyadi János, ilyenkor kikre írják? Hát nyilván úgy mond a szülőkre, akiktől megkapja majd, és történészek mondják. Ilyen hatalmas birtokadomány teljesen indokolatlan, nincs is megindokolva, mert mindig megszokták indokolni, milyen hőstek, miért. Semmi. Megkaptad. Na most ilyen nincs a világtörténelemben. Viszont hogy folytatódik? Rá egy évre ennek a házaspárnak gyereke születik. És a kisfiú milyen nevet kap? János nevet. Tehát János egy, mint a magyar népmeségben, Almafi 1, Almafi 2, hát 3 már nem volt, Almafi 3. Tehát gondolom, mindenre van példa. De azért általában az a példa, hogy kétszer egy éven belül, vagy rövid másfél éven belül ugyanazt a nevet nem fogjuk adni a gyereknek. Hangsúlyozom, példát bármire lehet találni. De általában nem szokás. És erről a féltestvéréről, erről a János lovagról, János vitézről, Hunyadi János mindig könnyes szemmel beszél. Hát ezer oklevél maradt meg Hunyadi Jánostól. Kiről nem beszél soha? Hunyadi János. Édesapjáról és édesanyjáról. Tehát ha neki az lett volna az édesapja, aki, akkor büszkén naponta emlegetni. Miért? Birtokügyek, családi származású ügyek. Tehát erről nem lehet beszélni. Ez egy olyan dolog. És ezért gyűlölte Kázmér felesége, 5. László testvére, a lengyel királyné Mátyást. Miért? Mert mindig mit mondott a szívében? Fattyú. Tehát jogosan, egyeneságon, törvényesen őt illeti és a leszármazottait a magyar trón. Horribile diktú, kik lettek utána a magyar királyok? Hát Ú László, második Ú László. Hát ezért, hogy érthető legyen. Tehát visszaállították, gyakorlatilag ezért nem lett Korvin János. Miért? Korvin János hogy született? Özvegy volt Mátyás, és még Beatrixnak még a neve sem merült fel. 1476-ban kötik, ha jól emlékszem, a házasságot, és 1473-ban születik Korvin János. És ez a fátum a Hunyadi családban, gondolom érzékeljük. Tehát ez a fajta vonulat. És itt nagyon sok mindent lehet tetten érni, de ha maga Mátyás király úgy nyilatkozik, hogy apámnak apja, vagyis az én nagyapám, az kicsoda, az az ember, akinek a budai palotában szobrot állítottam. Kinek állított szobrot? Zsigmondnak, mint nagyapjának. Van-e kérdés a szünet hirdetés előtt? Hát remélem nincs, és felnézést, jól húzódik a dolog, de igen, 2 perc múlva folytatjuk. Hogy
Mi azt hiszük, hogy Petőfit mindenki magáénak érzi. Igen, úgy általában mindenki tőlünk keletre, ez vitathatatlan tétel, meg a világ minden táján, de pont a környezetünkben hát érezni lehet, hogy itt mi a probléma. Tehát van egy ilyen hideg távolságtartás. Most Mátyás esetében nyilvánvaló módon teljesen más a helyzet, de tényleg megható az, hogy például a délszláv névhagyomány, ezt azért hangsúlyozom, mert itt lehetne valami nagy békességet találni. Tehát már említettem, hogy a Fekete-tengertől egészen az Adriai-tenger partjáig, tehát a szlovén hagyomány, a szerb hagyomány, a bolgár hagyomány milyen módon nyilatkozik Hunyadi Jánosról, ugyanakkor pedig a hunyadiak családi kötelékébe tartozó Szilágyi Mihályról is, aki hát testvére Szilágyi Erzsébetnek, aki az édesanyja Hunyadi Mátyásnak. Tehát az, hogy Mátyás nem is volt magyar. Most gondoljuk végig ezeket a megállapításokat. Az édesanyja eleve az. Hunyadi János, az édesapa soha másnak nem tartotta magát, mint magyarnak. Tehát legfeljebb azt lehetne mondani, hogy vitatható a Hunyadi család származása és eredete, egyáltalán, hogy honnan ered ez a nemzetség, ez a család. Ez úgy elfogadható lenne, és akkor lehetne vitatkozni. De tudni kell azt is, hogy Magyarország királya akárki nem lehetett a világ történelemben. Tehát mindig rendelkezni kellett, ez először 1301 után derült ki, és utána pedig megint van egy nagy látványos fordulat, ez pont Zsigmond halála után és a következő években, évtizedekben. Tehát akárki magyar király nem lehet. És amikor Mátyás királlyá választják, akkor éppen Aeneas Silvius Piccolo Mini, aki Pius pápaként kerül a pápai trónra, még leírja humanista írókorában, hogy a magyarok, hát nagyon sok minden jellemző rájuk, de vagy valamit nagyon tudnak, vagy nem tudnak, de egy biztos, a magyarok messiást várnak. Most ne a mai észjárás szerint ítéljük meg, egy általános, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy valakit várnak, aki nem akármilyen király. És itt kezdi el szövögetni a mondatait úgy, hogy hát a magyar népet ő tiszteli, becsüli, de van egy-két dolog, ami nagyon nehéz a magyar nép körében. Magyarországon nagyon sok olyan régi, kipróbált hűségű nemesi család van, akik vagy a családtag, hogy saját érdemei révén, vagy a nemzetsége érdeme révén, és a származás útján királyt adhatnának Magyarországnak. És tulajdonképpen a magyarok a bőség zavarával küszködnek. Tehát annyi régi megpróbált nemesi család létezik. És legalább kettőt nézzünk meg. Az egyik az Aba nemzetség. Az abákról tudni való, hogy minimum, ha máshonnan nem származtatták magukat, akkor Attila Csaba nevezetű fiának valamelyik fiúi ágáról megy tovább. Tehát ez mit jelent? Nem véletlen, hogy Szent István után Orszoló Péter rém uralmát felszámolva, de akkor a királyi házból nem találnak utódot, kit választanak meg királynak? Abát, Abba Sámuel lesz Magyarország királya. Tehát az Abba nemzetség adhat uralkodó, válságos helyzetben. A másik a Csák nemzetség. Amikor megjelenik Csák Móric a magyar történelem színpadán, ez 1300 utáni években vagyunk, és tudni kell, hogy boldog Csák Móric legendája úgy kezdődik, hogy ez az ifjú a magyar királyok nemes véréből származott. Na most ez mit jelent? A Csák nemzetség, az Aba nemzetség bizonyíthatóan évszázadokon keresztül vérrokonságban volt oda-vissza az Árpád házzal. Na most ez alapvető tétel. Hunyadi János kortársa Újlaki Miklós. Aztán megéri Mátyás király uralkodását is. Miért
vázolom így fel a helyzetet. Mert amikor Mátyás 1458. január 24-én a Dunajegén Magyarország királyává választják, 15 éves kora ellenére, ráadásul van még egy probléma, Prágában fogságban van. Mert amikor 5. László lefejezteti Hunyadi Lászlót, az egész ország szinte egy emberként fog fegyvert, és nem azért lesz ez annyira hangsúlyosan fegyveres országgyűlés Rákosmezőn 1458-ban, még nem telt el egy év Hunyadi László korábbi évben március 15-e körüli kivégzéséhez elképest, hanem egyszerűen megdöbbent mindenki, és fegyvert ragadott. 5. László megmenekül az országból. Először Bécsbe megy, de viszi túszként magával Mátyás. Majd onnan, de még ő a törvényes király, félreértés ne essék, elmegy Prágába, ahol pillanatokon belül meghal, pillanatokon belül relatív, de meghal pontosan azon a napon, amely napon évvel korábban letette az esküt. Kinek tette le az esküt, de kiderül, hogy ezt megszegte. Hát az esküt nem akárkinek tette le, Szilágyi Erzsébetnek, hogy a Hunyadi fiakat elismeri testvérnek. Na most ez történelmi tény. Tehát nem jelképesen fogadta Hunyadi Lászlót és Mátyás testvérnek, hanem elismert egy tényt. Ők tényleg testvérek voltak. Miért? Mert mindannyian Zsigmond unokái. Csak az egyik a törvényes házasságból, a másik pedig egy természetes vonzalomból, házasságon kívüli kapcsolatban. És amikor a Nándorfehérvári diadal után, Hunyadi János halála után 5. László és Ciller Julik seregekkel lemennek és be akarnak menni a Nándorfehérvári várba, akkor gondolom tudjuk, Hunyadi László nem engedi be csak a királyt. Erre nagyon jó oka van, mert pontos értesülései vannak, hogy Ciller Julik meg akarja gyilkolni. Lényeg az, hogy bejut Ciller Julik is, és innentől kezdve már ismert a történet. Ráront Hunyadi Lászlóra, ami rossz húzás volt, hiába volt Hunyadi László fegyvertelen abban a pillanatban. Hunyadi László egy atléta, tényleg egy Szent László termetű és megjelenésű, és egészen odáig, nagyon sokáig őt nagy reménységű ifjúnak tartották. Ő volt az idősebb. De mégis Mátyás lett, hogy úgy mondjam, az, aki célba jutott. És majd látjuk, hogy milyen módon sikerült neki magyar királyi trónra emelkedni. És mert Ciller Julikot önvédelemből, hát végül is legyőzi Hunyadi László, de mégiscsak ezen az ágon 5. László nagybátyját gyilkolta meg. Tehát képzeljük, ez egy igazi dráma. Itt a vér is kötelez, hogy bosszút kell állni, bármennyire hihetetlen. Vagy valahogy rendezni kell a dolgokat. És Szilágyi Erzsébet megesketi, sőt, hát 5. László mondjuk ilyen gyenge erkölcsű, hajlamú, akaratú, de egy nagyon jó megjelenésű, nagy reménységű fiatalember volt, de hát gyakorlatilag nagyon rossz nevelést kapott, és más oka is van ennek a furcsa magaviseletének, ami rá végig jellemző volt, hogy semmi önálló döntést nem tudott hozni, de ez egy külön kérdés. Tehát leteszi az esküt, hogy nincs bosszú állás. Ehhez képest mi történik? Következő év elején, március idusán lefejezteti Hunyadi Lászlót. És mikor viszont Prágába megy, pont azon a napon decemberben, rögtön az elején, hogyha jól emlékszem, azon a napon hal meg, rá egy évre, amikor az esküt letette. Hogy nincs bosszú állás, tehát ezt isteni tilletnek tekintették. De Mátyás ott van Prágában. És Mátyás, gondoljuk végig, még nem mutatta meg, hogy milyen erényekkel rendelkezik. Hadjáratokban olyan módon, seregben biztos, hogy forgulódott. Hát 1454-ben
pont Nándorfehérvárot, Mátyást, és ha ő 1443-ban született, akkor lehet tudni, hogy hány éves. Hát az édesapja Hunyadi János lovaggá üti. Azzal a karddal, hát amelyik karddal az előző évszázadban, 1340-es években Magyarország nádora kikergette Erdélyből a tatárhadakat. Tehát itt egy elképesztő hagyománykör is megmutatkozik, és nyilván az a kard nem akármilyen kard volt. Na de vissza térek a megfelelő időponthoz. Összeül a Magyarországgyűlés, Rákosmezőn királyválasztás, és kiderül, hogy nagyon sokan lehetnének Magyarország királyai. Na most ki lehet Magyarország királya alapjáraton? Aki valamilyen úton, módon, de a Turul nemzetséggel, Attila király nemzetségével, mai szóhasználattal, Árpádházzal vérrokonsági kapcsolatot ki tud mutatni. Ezt még a Habsburgoknak is ki kellett mutatni. Hát ez volt a mi tragédiánk. Tehát Károly Róbertnek az édesanyja, magyarul Nagy Lajos királynak a nagyanyja, Habsburg Klementina volt. Tehát itt már elkezdődik egy folyamat, csak megszakad. Ezért volt az, hogy Mária Terézia, elmegyünk Mária Celbe, abba a templomba, amit hát Szűz Mária búcsújáró templomról van szó, amit Nagy Lajos épített méltó módon, egy kis kápolnából egy csodálatos templomot épített, ott Mária Terézia jelzi a falon, olvasható az egyik helyen felirat, hogy elődjének tekinti Nagy Lajost. Tehát végül is ezeket a kapcsolatokat tetten lehet érni, de van egy más jelenség is. Hát mivel az Árpádházi királyok, vagy a nemzetség, a család, a szélrózsa minden irányába kötött házasságokat, hát bárki jelentkezhetett volna, tehát félreértés nehézség. De annyi Árpád vér, hogy így fogalmazzak, a honi belső nemesi családokban is volt. Hát ezért írja Rákóczi Ferencnek az egyik életrajzírója, Asztalos Miklós, hogy amilyen alapon a Habsburgok hivatkoztak a magyar trónra, hát második Rákóczi Ferencnek vérségi alapon, csak ő soha nem hivatkozott arra. Hát még több joga lett volna. Bethlen Gábor milyen családból származtatta magát? Attila király nemzetségéből. Erdélyi fejedelem. Na most ez nem azt jelenti, hogy itt van Attila király és már a fia Bethlen Gábor, hanem azt jelentette, hogy egy nemesi nemzeti társadalomban mindenki ismerte saját származásának, családjának származási történetét, és mert mindenki gyakorlatilag most jó értelemben nemzet, tehát mindenki tudta, hogy kik itt nemzet. Onnantól kezdve nem volt vita, hogy kit lehet megválasztani. De mégis kellett valamilyen hivatkozási alap. Újra jelzem, hogy tulajdonképpen Zrínyi Miklósról, Zrínyi Ilonáról mit írtak? Nem holmi bárói vérből, királyi vérből származik. Hivatalos történelemtudomány verkeiben szoktak olyan tanulmányok megjelenni, hogy elmondják, hogy a Zrínyi család az IV. Béla idején vérrokonságba került az Árpádházzal. Tehát, hogy értsük már meg végre, hogy mit keres egy Zrínyi Miklós trón közeli helyzetben, és miért hal meg hirtelen. Miért lesz egy Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, és abban a pillanatban, amikor fejedelem, nem kezd el tanulni, hogy hogy kell uralkodni. Hogy szokták ilyen egyszerű nyelv? Vérében van. Tehát egyszerűen jönnek elő az ősi tapasztalatok, és kiderül, hogy rátermett a trónra. És hát gondolom, tudjuk, Mátyás 15 éves korában király, és egy perc átmenet nincs. 15 éves korától kívülről nem lehet befolyásolni típusú uralkodó. Önálló döntései vannak. Igen, nem, de Újlaki Miklós, aki a Csák nemzetségből származott. Igényt tart a magyar trónra. Ugyanakkor a nádor, Garai László, család a nádori ága, és megint csak igényt tart a magyar trónra. Ezt leírja Bonfini is egyébként.
legalább 3-4 trónjelölt van. Legkevésbé ők, az idősebbek, és akik már csatákban, hát Hunyadi János mindenkori fegyvertársa volt, minden időben számtalan hadjáratban új Laki Miklós. Majd ott találjuk egyszer csak Mátyás király mellett is. Hát elnézést, itt egy 15 éves gyerek mit akar? Hát hogy érthető legyen. Vannak rátermett férfiak, akiket már ismerünk. És lehet érzékeny, ki lehetett ez a Hunyadi János, hogy mégis a fia mellett döntenek. Hát eleve a Várnai csata után, 1444, emlékezzünk vissza, meghal Új László. Őt már 1440-ben a Magyar Szent Koronával, Új Lászlót nem tudták megkoronázni. Miért? Mert Habsburg Albert özvegye, Erzsébet, Borbálának és Zsigmondnak a lánya, ellopatja a visegrádi Fellegvárból a Magyar Szent Koronát. Miután Habsburg Albert meghal, hát ő már rég áldott állapotban van, és valamikor májusban majd meg fogja szülni 5. Lászlót. De előtte, januárban kilopatja a visegrádi Fellegvárban, bocsánat, februárban a Magyar Szent Koronát. Majd az ellopott koronával és a megszült csecsemővel tovább folytatja a műveleteit, először is megkoronáztatja a csecsemőt, hát ami képtelenség. Igen, ám, de kitartja a csecsemő, hát a Magyar Szent Korona csecsemőre rá lehetne borítani, hogy érthető legyen, mert a Magyar Szent Korona mérete az, hát azért valamivel nagyobb, mint a legnagyobb termetű és koponya átmérőjű egészséges embernek a koponya vagy a fej mérete. Miért? Mert nem egy ember koronája, hanem ez királyok koronája lesz, szent korona. És milyen egyszerűen oldják meg a kérdést? Hát nagyobbnak kell lenni, viszont ezzel majd a fejhez, a mindenkori királykoronázás alkalmával viszont személyre szabottan el kell készíteni a koronázási kappát, vagyis sapkát. Ma is egy ilyen kappa van az Országház kutulatermében elhelyezett korona belsejében, hogyha megkeressük. Tehát, hogyha felkeressük a Szent Koronát. Most képzeljük el, hova helyezik csecsemőnek a fejére? Hogy teszi le egy csecsemő az esküt? Nem is tud beszélni. Hogy fogja meg a jogart az országgal? Hogy rántja ki a kardot? Hogy ül felálló délben a lóra, vágtat fel a koronázó dombra, és ezt a bizonyos keresztet a négy égtáj felé úgy elsújtja. Cillei Ulrich kezébe van a korona. Tehát nem tudom, hogy a fejére tette, valószínűleg így nyilvánosan nem, de végig ő bábáskodik. Tehát itt lehet érzékeny, na itt még lesznek érdekes jelenségek. És a ellopott korona, eltulajdonított korona, megszült, utószülött gyerek, akit septében megkoronáztak, mind a kettőt kiviszi az országból, a Szent Koronát elzálogosítja Habsburg Frigyesnek, hát a csecsemőt meg átadja úgymond nevelési célzattal. És hát tudnivaló, hogy amikor jön be Új László, aki rátermett, daliás, hősies, lovagias, folyékonyan beszél magyarul, mindenki kedveli, de nem tudják megkoronázni. Tehát nincs itt a Magyar Szent Korona. Pap Gábor mindig el szoktam mondani, hogy hát nem csak második Józsefet, aki soha nem koronáztatta meg magát, nem tekinthetjük magyar királynak, mert magyar királynak azt lehet tekinteni, akit megkoronáztak a Magyar Szent Koronával. Mária Terézia fiát, Józsefet nem koronázták meg. Egy rendelete nem jogérvényes. A sarnoki diktátum volt. De Új Lászlót sem koronázták meg. Nem tudták megkoronázni. És akkor a Várnai csatában meghal, azt nem részletezni, mert tényleg nagyon elszalad az idő, hazajön Hunyadi János, és a rövid időn belül királyi jogkörrel minek választják meg? Kormányzónak. Na most ez viszont mit jelent? Ha lett volna Szent Korona, és ugyanúgy meghalt volna Új László, ez elmélet,
ki lett volna Magyarország királya? Hunyadi János. És még egy apróság. Nem csak az, hogy ő kormányzó, hanem azokat a királyi várakat is megkapta. Na most jön a lényeg. Milyen várakat kapott meg? Amelyek a királyi család legbelsőbb birtokaihoz tartoznak. Na most ilyet akárki nem fog megkapni, gondolom ezt nem kell magyarázni. És ennek a Hunyadi Jánosnak választják meg a fiát a Dunajegén 1458. január 24-én Mátyás. És minden kortárs elmondja, hogy ebben a király választásban tulajdonképpen a csoda döntött. Miért? Hát képzeljük el Újlaki Miklóst. Hát Újlaki Miklós olyan ember volt, hogyha most belépne, mi letérdelnénk. Fenséges megjelenésű. Most ez félreértés, de szeretett páváskodni. Most ez nem a mai értelemben, nem, az azt jelenti, hogy volt egy öve például, amit egyszer a fiának Újlaki Lőrincnek adott, ez az öv 60 ezer aranyat ért. Tehát úgy képzeljük el egy ornátusát egy magyar főúrnak. Lényeg az, hogy őt majd Mátyás meg nagyon értett az emberekhez. És ne felejtsük el, királyi jogú főúri család vagy nemesi család. Hát ő Bosznia királya lett Újlaki Miklós. Tehát Bosznia Szent Koronához tartozott, de külön királya nem volt ilyen alapon magyar oldalról. Mátyás kinevezi Bosznia királyának. És mint király uralkodik. Hát aki járt, látta Csontváron Koszkati Vadar jajcei vízesést ábrázoló festményét, a jajcei vár ott van fölötte, tehát ez megint egy külön kérdés, de erről a területről van szó. Tehát Boszniának a királya. Na de amit ebből még úgy elő lehet hozni, az a következő. Tehát mit tekintettek csodának? És most tényleg gondoljuk végig, hogy az életet úgy próbálják leéltetni az emberre, hogy ne vegye észre, hogy már az csoda, hogy élek. Élünk. Maga az élet egy csoda. Nem is kellene csodáknak történnie, mert az élet, gondolja végig valaki. Az egzisztencialista filozófia Martin Heideggerrel az élen, legalább rájön arra a 20. század bizonyos idejében, hogy hát miért van egyáltalán létező? Miért nem sokkal inkább semmi? Világos? Tehát ki tudja, hogy honnan vagyunk? Hát nézzük, mint Bálám Szamara magunkat a tükörbe, vagy úgy tűnődünk, hogy miért ilyenek vagyunk, mert más a belső emberkép, meg más az, ami tükröződik. A kamaszkori válságokat ezt szokta leginkább előidézni. De azért ne áltassuk magunkat. Honnan jön az élet? Adi Endre hányszor veszi elő? Vagy Petőfi Sándor? Hova szalad? Egyáltalán miért van? Miért így néz? Miért ezt a sorsot éljük? És tényleg tele van csodák. Na most ehhez képest, hogyha még történnek rendkívüli dolgok, miért ne történne? Hát, hogyha ragaszkodunk egy vallási világképhez, a teremtő nem akárkinek a képére, hasonlatosságára teremtette az embert. Nem biorobotot teremtett. Amikor Jézustól megkérdezik, hogy mi a helyzet Istennel, hol van, mit mond? Hát bennetek van, meg rajtatok kívül is van. Mindenhol ő van. Nem tudnánk Isten felé közeledni, ha belül nem lenne itt. Hát Isten nem ismeri a határokat. Jaj, zárva van az ajtó, megvárom, még kinyitják. Tehát a lélek ajtaján szokott kopogtatni. Vagy meghallgatjuk, vagy nem hallgatjuk meg. De a lélek az vitathatatlanul tényleg egy magasrendű isteni eredet. Miért ne történhetnek csodák? És elmondják, hogy hogy indul a dolog. Itt van nálunk kapisztrán Szent János, hát máshogy is indulnak a dolgok, csak ez egy nagyon híres történet. És kapisztrán Szent János éppen misét tart. És ott van Hunyadi János, ott van Hunyadi László, és ott van Hunyadi Mátyás. Tehát Hunyadi János a fiaival. A Daliás 10 év van a két fiú között.
A Daliás Hunyadi László tényleg nagy reménységű ifjú, tényleg csodálatos a megjelenése, méltóságos, erőteljes, bátor, nemes. Csak jót lehet róla mondani. És ott van Mátyás, hát, aki még kisgyerek. Persze, hogy a reménységet mindenki látja, de hát ma is környezetünkben megnézzük az 5-6-7 éves gyerekeket, túlnyomó többségük rendkívüli. Az iskolába rontják el őket, úgy szépen lassan. Nem ezek a rendkívüli, elképesztő tulajdonságokat bontja ki belőlük sajnos, hanem szépen lassan elfolytódik. És mire kikerül mondjuk az egyetemről, már magát is hajlandó lenne megtagadni, hogy olyan tulajdonságok nincsenek, amivel ő annak idején indult. És egyszer csak kapisztrán azt mondja így a Szentmisi közepette, hogy na most megállunk egy pillanatra. A két fiú apja oldalán cseréljen helyet. És ez egy eléggé drasztikus megnyilatkozás, tehát ez nem túl szimpatikus, mert ezt valahogy van intelligensebben is el lehetett volna intézni. Gondolom nem nehéz kitalálni, de valószínűleg valami ihletettség, ami nem tűrt, hogy majd a mise után Hunyadi László, vagy Hunyadi János, vagy Mátyás fülébe fogjuk súrni a dolgokat. Abban a pillanatban két fiú cseréljen helyet. De miért? Mert az egyik meg fog halni. A másik pedig, ha felnövekszik, Magyarország királya lesz. És vagy igaz ez a történet, vagy nem, most tényleg nem olvasok fel minden idézetet. De tudnivaló, Mátyást hogy nevelték? Hunyadi Lászlóról ezt nem tudjuk, hogy olyan nevelést kapott. Mátyásról viszont tudjuk, hogy nevelték, mint király fiát. Trónra nevelték. Na most egy apróság. Most képzeljük el, hogy van egy család, bármi lehet, de Mátyás még meg is érdemli. De nem egyszerű, nagyon jó, magas rangú nevelést kap, hanem trónra. Ez azt jelenti, hogy valami itt van. Itt valamit pontosan tudnak, vagy sejtenek, aztán vagy megtörténik, vagy nem történik meg. És leírják a következő csodát már a Rákosmezei Országgyűlésben. Hogy egyszer csak, miközben mennek a tárgyalások, pesti oldalon vagyunk, és a gyerekek elkezdenek szaladgálni az utcán, és kiabálják ritmusban és éneklik, hogy nekünk az Isten királyt adott, hát ez sokkal szebb egyébként, megmaradt az eredeti ritmusos verszak, tulajdonképpen maga a jó Isten lenézett ránk, gondviselő és királyt adott, Mátyás a király. És az, hogy a gyerekek ezt énekelték, a felnőttek, és a szaladgálnak Pest utcáin, a józan harcedzett katonák, felnőttek, racionális észjárású hősök, daliák, mit mondanak ezek a gyerekek? És éjszaka mi történik? Befagy a Duna vize. Na most, bármennyire hihetetlen, a budai várba elzárkózó főurak, tehát Újlaki Miklós, Garai, Bánfi és a többiek, akik így jelentkeztek, hogy majd ők szeretnének királyok lenni, mikor mondták azt, hogy hát akkor Mátyás a király. Befagyott a Duna. Na de miért mondták azt, hogy Mátyás a király? Hát így nézzük meg kutyafuttába Mátyás igazságát, nem tudom, hogy meddig tudunk eljutni, azért viharos gyorsasággal mikor született Mátyás? 1443-ban, tehát 40-ben, mert van ilyen adat is egyébként, tehát ha olvasunk régebbi kiadású könyveket, akkor azt mondják, hogy 1440. De mivel 15 éves korába került trónra, és 1458-ban kiskorúként, nyilván nem születhetett 1440-ben, mert akkor már nagykorú lett volna, mert 16. életév a középkorban már nagykorús társnak számít. Tehát egyszerű, hogy 1443. Miért kapta a Mátyás nevet? A Mátyás napján született. Tehát nem nagyon tűnődtek azon, hogy milyen napon fog születni, mert hozta magával a nevét, ahogy Molnár József nem egy esetben elmondta, és elmondaná
most is, hogy általában milyen módon szoktak nevet adni. És leginkább azt kellik, hogy a név mögötte legyen az esztendőkörén belül, amikor megszületik. Tehát jobb, hogyha előtte van. De ez hangsúlyozom, ezt most nem kell komolyan venni, mert aki gyakorlatilag év végén születik, hát mi van előtte. De jelzi azt, hogy a név az nagyon fontos jelenség. Nomen est omen. Amilyen a neved, olyan a sorsod, olyan az életed. És Kolozsváron született. Na most a Kolozs és Kolozs nagy Kolozs, kis Kolozs nagy Kolozs és Hollós. Lehet látni, hogy itt nyelvi úton is kerekednek Mátyás körül a hagyományok, de ez a nap, február 24-e, sok mindenről nevezetes. Emlékezzünk vissza a kalendáriumban, időjárás jövendőlő nap. Tehát ez mit jelent? És pont a jéggel való kapcsolata. Töri a jeget, ha talál, ha nem talál, csinál. Na most Budai várban mi a helyzet? Mátyásról van szó. Tehát milyen észjárásúak régen, amit mi el nem tudnánk képzelni. Fegyver, új Laki Miklós. Kit érdekel Szilágyi Mihály? És 20 000-es felfegyver. Egyedül is elbánok én vele, mondja új Laki Miklós. Na de a teremtő akaratával már nem. És érezni, hogy ezek talpig férfiak. Tehát abban a pillanatban, amikor éreznek egy felső erőt, akkor nem vagánykoznak, nem kötözködnek. Igen, legyen a 15 éves fiú Magyarország királya. Behozzák Prágából, valahol a cseh határon fogadják őt. Persze azért tudni kell, hogy meg kell fizetni az árát, tehát van egy nagyon érdekes szerződés, és van még egy apróság. Pogyebrád György cseh király már tudja, hogy Magyarországon mi történt. A Fogoly Mátyás még nem tud. És Pogyebrád Györgynek, hát van egy kislánya. Most egy cseh király, aki ráadásul úgymond a nemzeti király, az első cseh nemzeti király. Tehát Ú László volt addig, vagy bocsánat, 5. László Csehország királya is volt, de üres a trón. Egyből rendezték a kérdést. Tehát Csehország királya, onnan származó ember. Na de ezzel nincs mi volt, és ott van Mátyás. Mátyás meg magyarok királyá választották. Most, hogy mondom őszintén, ez a Pogyebrád, ez nem szimpatikus, de nem rossz észjárású, rókaravasságú ember. Tűnődik, hogy ebből a helyzetből hogy lehet jól kijönni. Hát nagyon egyszerűen. Ebéd van, ott van Mátyás is. Hát mint fogoly az asztal végén foglal helyet. És mondja a Pogyebrád György, hogy Mátyás fiam, foglald el a főhelyet az asztalnál. És Mátyás úgy tűnődik, hogy ez mi, hogy most gúnyolódnak, vagy egyáltalán mi lehet. És mondja, hogy Ebrád György nem erről van szó, valami nagy örömhírt fog elmondani, de volna egy kérés. Mátyás fiam, teljesíted-e az én kérésemet, mielőtt az örömhírt elmondom? Hát Mátyás erre mit mond? Jó hiszemű. Valami nagy dolog van. Miért nem? Hát majd elmondom a végén, hogy mi volt a kérése. Minden esetre feláll, és azt mondja, üdvözlégy Mátyás Magyarország királya. Téged a magyar rendek királyjá választottak, nagyobb király vagy nálamnál, na de édesfiam, emlékszel arra, hogy... Hát itt van a lányom. Vedd már feleségünk. Minden esetre Pogyebrád Katalint feleségül veszi. És innen indul egy külön történet, de a meghökkentő a Mátyás életpályán a nőkkel való kapcsolata. Miért? Mert Mátyás, mire feleségül veszi Beatrixot, többszörös özvegy. Csak ezt nem szokták tudni. Ugyanis először, mert mindig voltak jó pillanatok, a cilleiek megint békülni akarnak, még a nagy tragédia előtt, még Nándorfehérvári idők előtt, a hunyadiakkal. Tehát Cillei Erzsébetet eljegyzik Mátyással, hogyha majd felnőnek, házaspár lesznek, és szent a béke a két család között.
Na most miért dúl ez az állandó probléma? Cillei Borbála, Zsigmond gyerekei azon az ágon. Tehát a Cillei családnak itt óriási, a Cselvető családnak itt hatalmas belépési lehetősége lett volna. A másik a természetes ág. És mindig jön a békülésnek a lehetősége, hát hanyafok unokatestvér el lehet intézni, rendben van, megpecsételjük, majd a Hunyad várába Cillei Erzsébet meghal. Ez mit jelent? Gyerek Mátyás már elveszik egy, hogy mondjam, csak kapcsolatot az életbe. Pogyebrát Katalin, hogy hal meg? Mátyás visszaszerzi a magyar szent koronát, készülnek a koronázási szertartásra, és pont február napjaiban, és gondoljuk végig, hogy Mátyás születése napja körüli időkben, szülés közben meghal a leendő utód, fiú lett volna Mátyás fia, törvényes házasságból, és belehal a szülésbe a felesége is. És innen jön egy hosszú időszak, amikor nem házasodik. Hát gondolom azért elég érthető. És előtte, mielőtt bejön Magyarországra, a Szilágyi család a garaiakkal szerződést köt, mert békülni kell, hogy akkor Garai László lányát, ha jól emlékszem, Garai Annát, Szegeden kötik meg ezt a szerződést, Mátyás persze, hogy feleségül fogja venni, szent a béke. És képzeljük el, most ebbe a helyzetbe jön Mátyás, hogy nem veszem feleségül. Mert már odaig érkeztem. Tehát itt azért a hétköznapokban azért voltak oda-vissza meghökkentő esetek, de gyorsan be akarják hozni. És Vitéz János játssza a diplomáciai tárgyalásokon a főszerepet, megállapodnak, hogy hogyan történik, és tényleg, hát ha valamiről filmet lehetne, megmondom őszintén, én nem szeretem azokat a filmeket, amelyek olyanok, amilyenek. Tehát Mátyásról nem is kellene semmit írni, és Hunyadi Jánosról. Az igazságot kéne vászonra vinni, világos? Éppen elég. Most megint jön egy olyan jelenet, most képzeljük el a filmet. Megtörtént. Tehát határon vagyunk, téli időszak van, kell fel a nap, zúzmarás minden, havas zúzmarás táj, és Mátyás elindul egyedül a napfényben, a felkelő napfényében Magyarországra. És megy szembe az övéivel. És amikor már közel ér, a seregek letérdelnek. És zokog mindenki. És képzeljük el, napfelkelte az egyik oldalon, Mátyás a gyermek, az ifjú jön a másik oldalon. És abban a pillanatban, amikor már lélegzett távolságra jön, amikor már érezzük, hogy ő az, a harc edzett vén katonák zokogva letérdelnek. És amikor közelebb érkezik, mindenki öleli, mindenki csókolgatja, és itt írja a Bonfini is, hogy Mátyás egy pillanat alatt a nemzet lelkét meghódította. Miért? Mert mindenkit bátyámnak, testvéremnek, anyámnak, apámnak nevezett. Na most ez azt jelenti, hát ez tényleg egy intelligencia, vagy nem is tudom, rátermettség kérdés, és nincs semmi mézes, mázos megédesség benne. Közben már érett férfi, 15 éves kor ellenére. Most idézeteket nem olvasok fel, hányszor írják le, hogy ifjúsága ellenére mennyire öregekre jellemző bölcsességgel rendelkezik. Most már tényleg én voltam az oka annak, hogy így elhúztuk. Már nagyon sajnálom, mert azért magasabbak az kortársi beszámolók, mint az ilyen áradások. De lényeg az, hogy elindulnak. És hogy indulnak el? Hogy mielőtt a Dunán a jégzajlás elkezdődik. Mátyást be kell hozni. Miért ilyen fontos? Törj a jeget, ha talál, ha nem talál, csinál. Jönnek be, valamikor február 15-e tájékán járunk, elérkeznek a Dunapartra, Esztergomnál, és mi történik?
az addig merev vastag jég, nem tudom, hogy ki hallott már rianást és egyebeket, zajlás. Elképesztően félelmetes hallgatások vannak ott. És mit csinál Mátyás? Ha nem is légzajlás lenne, lóháton át kell a zajló Dunán. Na most miért? Hát ha te Mátyás vagy, fiam, azért választottak meg. Tehát ezek a érthető, nyilván nem volt kötelező, de ezek a szúrópróba jellegű ügyek. Hát, hogyha Mátyásról beszélünk, és jég lett, és csodaszámba, mert hirtelen. Tehát nem napról napra, hanem egy éjszak alatt beállt a jégpáncél. És Mátyásról van szó. Hát, csinált jeget. Na de jég van a Dunán. Itt van Mátyás, mi lesz? Abban a pillanatban, amikor a Duna megérezte Mátyást, most nem tudok máshogy fogalmazni, nyújtózkodott egyet, és megindult a jégzajlás. És így vonul be Budára. Ültetik a trónra, de nem tudják, hogy koronázni. Nincs nálunk a magyar szent korona. És Mátyás lesz az, aki elképesztő áldozathozatalok révén Habsburg Frigyestől a magyar szent koronát visszaszerzi. Írják újkori koronakutatók, hogy soha a világtörténelemben olyan nem volt, hogy egy nép koronájáért, amit ráadásul elorroztak, elloptak tőle, ekkora áldozatot fizetett volna. Tehát valami 60-80 ezer aranyról beszélnek. Na most, ha Újlaki Miklós őve 60 ezer aranyforintot ért, akkor gondolom tudjuk, ez a 60 ezer arany, vagy 80 ezer, ez nem forint, hanem súly. És olyan módon, ez tényleg így volt, hogy a Fugger bankház szakértői úgy állapították meg, hogy Habsburg Frigyesen nem akarták visszaadni a Szent Koronát, mert ahol a korona, ott a magyar királyság. És Habsburg Frigyes nyíltan hirdette, nála a korona, ő a magyar király. De ezt most megint nem részletezzük tovább. Lényeg az, hogy tanácsolja neki a Fugger bankház szakértője, most így fogalmazok, hogy 40 ezer aranyat kérjen. Miért? Mert nincs a földkerekségen ország, aki egyben 40 ezer aranyat ennyi idő alatt ki tudna fizetni. Magyarul ez nem aranyforint, hanem, és hogyha történetesen Nagy Lajosnak az édesanyja, Erzsébet királyné, amikor elmegy Rómába, és körülbelül 20 mázsa arany és több tonna ezüstöt visz magával. Ez történelmi tény, egyébként nézzünk utána. Hát akkor itt miről lehetett szó? Hogy nincs olyan arany mennyiség, amit ilyen úton, ilyen elő lehetne teremteni. És Mátyás Magyarország, amit mond, rendben. Na erre szerencsénkre a kalmár szellem még magasabbra szökött. Hát akkor legyen 60 ezer arany, mondja Habsburg Frigyes. És 80 ezer a duplája. Tehát amit nem lehet előtermelni, elkiállítani, amit már lehetetlen, na most annak a duplája teszi lehetővé, hogy a magyar szent korona visszakerüljön. És a koronázási ünnepségéről úgy döntenek, még 1463-ban, amikor visszajön a magyar szent korona, és itt lehet valamit érzékelni. Itt már nagyon komoly történeti kérdésekről van szó. Hát a július 23-án már átlépi a határt a magyar szent korona. Akkor ez mit jelent? Augusztus tele van olyan ünnepekkel, mert nagy ünnepen, Fehérváron, esztergomi érsek révén, koronázhatnak szent koronával jogérvényesen magyar király. Hát eleve Havas Boldogasszony napja. Másnap Jézus Krisztus színeváltozásának napja. Augusztus 15-e. Nagy Boldogasszony napja. Soroljam a nagy ünnepeket? Nem erről van szó, hanem nagy hét. Na itt kezd el rezegni a léc. Miért? Mert a holló, emlékezzünk vissza, az nem olyan értelemben jelent egy jövőt, hogy most fog indulni, hanem valaminek vége lesz. Fekete ez a madár.
holló magyar nyelvben. Hát ez nem az élet számunkra rémel rá. Ez maga a halál. Csak a holló az a madár, amelyik átrepül a halálon. Ezért minden nép mitológiájában a holló eszkatológia és világ teremtés, világ vége, de gondoljuk végig indián műveltségekbe is. Mindenhol ott van a holló. Hát Noé bárkájánál is felvillan. Valami mellett. Tehát ezek vitathatatlan tételek, de tudni kell, ahol megjelenik, az egy üzenet. Itt előbb a halál fog főszerepet játszani. Kérdés, van-e feltámadás? Tehát ez a legnagyobb kérdés. Le lehet-e győzni a halált? Hát ha hitünk ezt tanítja, és Mátyás nem fogja elhinni senki. Nagyon vallásos király volt. Ugyanakkor pedig az asztrológiának, csillagászatnak, mágiának, mindennek az első osztály. Tehát érzékelni kell, hogy a vallás nem azt fogja jelenteni, már elnézést, amit ma bondulnak belőle. Az azt jelenti, világmindenség nagyságrenden belül, üdvtörténelem, és a teremtő azért teremtette a csillagokat, napokat, holdat, elnézést, hogy ne nézzem le. Hát álhívők tömegei nézik le. De egyszerűen döbbenet, ne haragudj, nem az a bálványimádás, az, amit te művelsz a teremtett világban. De valami nagyon sötét szinten. Hát ezért ülnek hiúta. Ezért nincs erkölcsi alap már szinte semmihez hozzászólni. Ilyen szinten a világban. Nincs alapja hozzá. Nincs tartása. Üres maszlag marad. Szeressétek egymást, gyereket. Hát bárki tud ilyeneket mondani. De ha nem lesz benne hatalom, nem lesz belőle erő, nem lesz benne létjogosultság, akkor egy üres szólam marad. Tehát a holló már jelzi. És külön írják Mátyásról, Bonfin írja, hogy Mátyás többször mondta neki, hogy mindennapi életben a holló jövendő mondására ő mindig odafigyelt. Mert nem egyszer nagy veszedelemből pont holló, hogy repül, hogy szólal meg. Tehát itt megint egy külön hagyományvilág jelenik meg. Aztán nem beszélve Arany János balladájáról. A Szilágyi Erzsébet mivel küldi a madarat? Ki kopog, mi kopog a prágai szobának az ablakán? Na de kiderül valami. Leírja Bonfini, hogy amikor egyszer asztalnál beszélgettek, és szó volt arról, hogy milyen tudományok mit érnek, és a varázslás mindenki már hókusz-fókusznak tekintette. A mágiát. Mágia nem azonos a varázslásra, hozzá kell tenni. De az ilyen titokzatos dolgokat. Hogy felnőttek, hogy csak nem gondol. És Mátyás azt mondta, maradjon csendben mindenki. Ugyanis az én édesanyám, és most képzeljük-e, ha a Trencsényi várba lakott akkor Szilágyi Erzsébet, még akkor sem kivitelezhető, de nem ott lakott, hanem Erdélyben. Talált egy olyan embert, aki az ő levelét 6 óra alatt elvitte Prágába, 6 óra visszaút, tehát ez mit jelent? Fél nap alatt oda-vissza megtette az utat. Na most lehet, hogy nehéz elhinni, de én Mátyásnak hiszek, miért? Neki nem kellett történeteket kitalálni. Ő Mátyás király volt. Hadjáratban legyőzhetetlen nyelvekben, európai tatárok nyelvét is beszélte. Hát minden nép nyelvén meg tudott szólalni. Kellett lengyelül, cseh ügyet már ismert. A szláv nyelvek rokonai egymásnak, de azért nem olyan könnyű átállni mondjuk lengyel nyelvről orosz nyelvre, még akinek jó nyelvérzéke van, még akkor is kell egy fél év, amíg bejáratottá válik. Na de ez a legkevesebb. Ebből a szempontból, tehát bizony nagy hétre tűzik ki a koronázást. Virág vasárnapra. És mi a döbbenetes tétel? Azon vitatkozunk, hogy Mátyás nagy csütörtökön vagy nagy pénteken koronázták. Szánalmas. De olyan szánalmas, hogy komolyan már nem lehet hova tenni. Ugyanis van egy probléma. Bonfini római katolikus ember, tehát járt templomban. Ráadásul Itáliában pont egy Mária jelenéses, Mária zarándokos templomnál teljesített egy évtizeden keresztül szolgálatot.
Tehát ha leírja, aki szent tanú, tehát ismeri Mátyást, hogy nagy pénteken volt a koronázás, akkor ne mondjuk már megint azt, hogy nagy pénteken nem lehet koronázni. Miért ne lehetne? Egyszerűen tényleg nem fog fel az ember dolgokat. Ugyanakkor pedig mi a helyzet nagy csütörtökkel? Mikor kezdődnek el Jézus Krisztus szenvedései a nagy héten? A nagyon látványos szenvedései. Csütörtökön. Tehát akár csütörtökön koronázták Mátyást, akár pénteken, ez mit jelent? Ez egy szenvedés történetet jelent. Ez azt jelenti, hogy a halállal szembe kell nézni. És reménykedünk a feltámadásba. És az, hogy nagy hét vasárnapjára teszik, világvasárnapra az indulóra, jelzi azt is, tehát emlékezzünk vissza, már az alatt majdnem fél évünk van, hogy naponta van nagy ünnep, és lehetne koronázni. Átlépünk megint csak, hát gyertyaszentelő boldogasszony, három királyok ünnepe, Szent Pálnak a napja, rajta van a jóra forduló, Szent Koronán. Nagy hét, de világvasárnap. Miért? Mert itt még lehet a sorssal egyezkedni, ha lehet én csúnyán fogalmazni. Jézus bevonul Jeruzsálembe virágvasárnap, pálmák, virágok ünnepe, diadallal bevonul, mindenki elé vonul, mindenki ünnepli, diadalmas bevonulás, elvilági szinten. És mit mond Jézus? Az én királyságom nem ebből a világból való. Rá pár napra pénteken meg is feszítik érte. Keresztfára. Tehát van egy próbálkozás, jó rendben van, tudjuk, hogy milyen utat kell választani, de atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Ezt nem akárki mondja. Jézus Krisztus az olajfák hegyén. Tehát ez nem olyan, persze feszítsenek keresztre. Hát ember fia, Isten fia. Mint ember megszenvedi, mint ember ott vannak a kétségek, gyötrődik, és véres verejtékkel izzadja meg a dolgot. Hát ha valaki vérrel verejtékezik, gondolom tudjuk, az nem hétköznapi szenvedést jelez. Egyébként sámán révüléseknél mondják, hogy ilyen véres verejtékben úszik a teste, meg hétköznapi szinten is előfordul, nagyon ritka. De az egészen drámai helyzetekben történik. Tehát Jézus a kereszthalált gyakorlatilag itt éli át. Tehát az, hogy meg fog halni. És van, atyám, ha akarod, múljék el tőlem ez a pohár. Persze, hogy akarom, fiam. Tehát ez nem ilyen. És te is tudod. És mit mond Jézus? Legyen meg a te akaratod. És elfogják, ütlegelik, elárulják csütörtökön. Tehát mit jelent? Akár csütörtök, akár péntek, milyen sors ez lényegileg? Hát krisztológiai szempontból a nagy péntek, ez egyébként tényleg így van, hát nem fekszik le Jézus csütörtök éjszaka aludni, hogy majd péntek hajnalba keltsetek fel. Tehát gyakorlatilag elindul egy folyamat. Amelyik a csütörtököt mondja, mert van ilyen adat is. Nagyon jó. Amelyik a pénteket mondja, a lényeget mondja. Csütörtökre vonatkoztatva is. Ez szenvedés történet. Igen, nem, de még virágvasárnap meg lehet fogni a dolgot. De már jön egy jelzés. Februárban, egy hónappal korábban ki az, aki meghal. Most ez dráma, ugyanis a korona visszaadásánál volt még egy záradék. Habsburg Frigyes úgy adja vissza a koronát, minden anyagi áldozatot megkövetel, és nem is az a lényeg, hanem amit itt ír elő sajnos, és erre a nemzet azt mondja, hogy rendben van. Most ebből lehet tudni, hogy mit jelent a nemzet számára a Szent Korona. Ha Mátyásnak törvényes házasságból nem lesz fia, akkor a korona hova háromlik át? Itt jön a Habsburgok, hogy úgy mondjam, hát nagyon csúnya természetű, de igénylés a magyar trónra.
és a nemzet ebbe is beleegyezik. Tehát gondoljuk végig, hogy mit jelent a nemzet számára a magyar szent korona, és hol van most a magyar szent korona, és mi hogy viselkedünk. Ugyan, hát jó, állagában változott képeket cseréltek, de tulajdonképpen országgyűlés épületében van. Főhelyen van, nem múzeumi tárgyként. Tehát a korona rangját, becsületét nem egy vezetőségnek kell visszaadni, hanem amikor visszaadta nekünk az Amerikai Egyesült Államok a Magyar Szent Koronát, nem árt valamit tudni, hogy ki kapta vissza. Nem egyházi vezető, nem politikai vezető, a magyar népnek adták vissza a Magyar Szent Koronát. Mert ez Magyar Szent Korona, de nyilván 15 millió ember egyesével vagy összefogva nem tud körülötte lenni. De lényegileg ott tud lenni. És amikor visszakerül Magyar Szent Korona, megvan a koronázásnak a dátuma, és pont előtte. Olyannyira előtte történik a tragédia, hogy felmerül, tanácsolják Mátyásnak, hát meghalt a felesége meg a fia. Hogy halasszuk el a szertartást. Nem lehet. Nem várunk még egy évet. És akkor kérdés, hogy nagy péntek vagy nagy csütörtök. Halállal indul, hogy érthető legyen. A jövő így le van zárva. Nem lesz szokott törvényes. Nem fog folytatódni. Itt egy elképesztő időszakot él az emberiség, itt a keresztet fel kell venni. És most, ami keleten, kelet, hát tőlünk keletre történik, most lehet csak látni. Hogy kellene viselkedni? Eszébe jut valakinek? Senkinek. Akkor hogy lehetne segíteni? Ez nem emberhez méltó szint. Ez folytatása annak, ami Mátyás halála után elszabadul a világban. Meghalt Mátyás, oda az igazság. És akkor nem is igazságos, nem is volt igaz, és egyéb jellegű dolgok. És bizony úgy tűnik, hogy megkoronázzák őt, és még valami a jelzés, hogy nyugodtan lehetett volna, mert mi volt itt a gond? Virág vasárnapra visszajött a téli fergeteg, tehát emlékezzünk a húsvéti időszámításra, tavaszi napi egyenlőséget követő teli hold utáni vasárnap. Tehát ha tavaszi napi egyenlőséggel rajta ül a teli hold, egy fél másodperccel, hogy úgy mondjam, odébb van a teli hold, akkor az azt jelenti, hogy onnantól az első vasárnap. Tehát a úgynevezett húsvét az mozgó ünnep. És ez azt jelenti, hogy ha történetesen kitolódik, akkor majd látni fogjuk, április végén még lehet húsvét. És ez nagyon lényeges lesz a záró mondatoknál, mert most már be fogom fejezni, és majd talán visszatérünk a kérdésre alkalmattán. De akkor maradjunk ilyen eszmetörténeti és néptörténeti, sorstörténeti szinten. Tehát király koronázás, ahol minden a helyén volt, minden törvényes volt, ahol minden feltételnek eleget tettek. Tehát ez mit jelent? Fehérváron kell koronázni, nagy ünnepen kell koronázni, csak esztergomi érsek koronázhat, helyettesebb csak kalocsai érsek lehet, és a Szent Koronával természetesen utoljára így együtt ez a négy szabály mikor valósult meg. Nem hiszi el senki. 1464 nagy péntekén. Onnantól kezdve egyetlen egy király koronázási szertartás sem volt teljes értékű pont. Ú. Lászlót a zágrábi püspök koronázta meg 1490-ben. Szapolyai Jánost, gondolom, tudjuk, meghalt a kalocsai érsek, meghalt az esztergomi érsek, tehát nem tudta esztergomi érsek koronázni. Aztán a török elfoglalja Fehérvárat. Nem tudnak Fehérváron koronázni. Visszafoglalják. Miért nem vitték át a koronázási szertartást Habsburg korban 1680-as évek végén? Vissza lett Fehérvár foglalva. Hol kell jogérvényesen koronázni? Fehérvár. Azonos lehet a mai Székesfehérvár-Alba régiával? Nem. Mindenhol lehet látni. És négy alapvető szabály nagyon egyszerű,
Csak kiderül, nem is olyan könnyű betartani. Második Lajosnál még minden rendben van, miért, mert Bakócz Tamás esztergomi érsek, Fehérváron Nagy Boldogasszony templom, nagy ünnepen koronáznak, csak van egy probléma, Lajos nincs rendben. Hát 2 éves gyerek. Tehát ott a személyi feltételek. Tehát, hogy érthető legyen, Mátyás volt az utolsó, ahol minden együtt volt. Az alkalmas királytól, a koronázó főpapig, a helyi, az ünnepi, és minden. De Virág vasárnapra, tehát figyeljünk oda, és ha 30-án koronázták, vagyis tegnap, akkor nagy pénteki. Ha 29-én, akkor nagy csütörtöki volt a koronázás. Tehát még együtt ünnepelhetnénk Mátyással, ha 1464-ben visszatekinthetnénk, egy-két nappal lennénk a koronázása után. Igen ám, de ha én átnézek az esztendő túloldalára, akkor ki van velem szembe? Akár 29, akár 30. Szeptember 29-e, segítek. Szent Mihály arkangyal. Mérleg. Igazságosság. Mérlegelés. Ítélet, igazság, Mátyás igazsága, ezer ágon tud ő, hogy úgy mondjam, jelen lenni, hogy mitől, de még valami. Szent Mihály. Az utolsó ítélet arkangyala. Ítélet hozó. Ott nincs laca-faca, ahogy mondani szokták. És ő mérlegeli a lelket is. Tehát van egy tengely, ez a napi egyenlőségi tengely napjaiban koronázzák Mátyást. És mivel nagyon, hát még benne vagyunk a márciusban, és emlékezünk vissza március 15-én valamikor pár évvel ezelőtt, milyen hóvihar volt. Megállt az élet az ország egyik felében, autópályák leálltak. Tehát bármikor a téli fergeteg még vissza tud jönni, és visszajött. És Virág vasárnapra még nem mindenki érkezett fel a helyszínre. Most ilyenkor hogy működik az országgyűlés? Hát vagyunk ennyien, éppen elegen szavazzunk, nem. Mindenkit meg kell várni. Miért? Mert a Szent Korona testre azok mi vagyunk. Most ne értse félre senki, a nemesség, a nemzet a Szent Korona teste. 1848-tól pedig mindenki az ország lakosa. És ezért a királykoronázás alkalmával a fej és a test és a korona, most képzeljük, ez az igazi misztérium, mi történik? Egy lélekben, egy testben, egy küldetésben egyesül a nemzet, és összetartoznak. Na de, ahogy telnek múlnak a napok, lehetne azt is mondani, Virág vasárnap nincs itt senki, megvárunk mindenkit, közben beérkezik mindenki, mondjuk tényleg szerda vagy csütörtök utolsó vacsora napján, mit lehetne mondani? Várjuk meg a húsvéti feltámadást, vasárnapot. Azt azért nagy pénteken, nagy csütörtökön, azért nem gondoljátok komolyan. Na de mi a húsvét vasárnap? Feltámadni csak azt tud, aki meghalt. És a nemzet halált a jövőben, hogy ne haljon meg a nemzet. Hol győzték le? Mátyás koronázásával. Tehát ez a nemzet azóta minden nap feltámad. Hányszor ítélték halálra, hányszor végezték ki, hányszor írták le, és egyszer csak mindig feltámad. Mindig ott van. És hát így jutunk el tulajdonképpen a végkifejletre, mert amikor meghal, érdekes módon, mikor kezdődnek a tragikus események. 1490. Virág vasárnap. Na most, ha a szenvedés történet napjai, csütörtök, péntek, tehát azért mondom mindig a csütörtök, én nem akarok vitatkozni senkivel. Csütörtökön Jézus Krisztus kínszenvedése elkezdődik, pont. Nem fekszik lealudni, nem alussza ki magát, nem kezdi el újra, gyakorlatilag egyenesen megy a Golgotára. És kínozzák, gyötrik, Péter elárulja háromszor, gondoljuk végig ezeket a szenvedéseket. Na de nem, itt fogunk ellankadni,
hanem 1490 világvasárnap Bécs. És harmadnapra kedden, hogy hal meg, három napig mi történik vele? Írtózatos szenvedés. Akkor kérdés, hogy mikor koronázták? Tehát ez egy olyan fajta sors, hogy az ember csak hüledezik, hogy ilyeneken fogjuk eltölteni az itteni életünket. Osztjuk egymásnak az észt. Hát a lényeg, lényeg marad. És írtózatos szem. Olyan fájdalmai voltak, hogy gyakorlatilag ebben az a lényeg, hogy senki nem tudja, hogy hogy halt meg. És megint egyszerű a dolog. Nem tudjuk. Tehát vannak olyan dolgok, amiket úgy kellene indítani, hogy nem tudjuk. Ugyanis ha bármit ki akarunk belőle emelni, kiderül, hogy már az első feltételezés megbukik. Agyvérzésnél nincs ilyen szenvedés. Olyan betegségnél nincs olyan szenvedés. Olyan méregnél nincs olyan szenvedés. Tehát valamitől iszonyúan szenved. És itt tényleg Beatrix nagyon gonosz módon viselkedik, mert ha nem is ő vitelezte ki Mátyás halálát, mert valószínűleg nem természetes úton módon, a feladatát elvégezte. A feladatát elvégzi, utána jöhet bármi, egy esőcsap és meg fog halni. Tehát eddig tartott sajnos. Szerette volna ő is, hogy ne eddig, de meghökkentő. Április 24-ére országgyűlést hívott össze. Ez a temetésének a napja. És gondoljuk végig ezeket a dolgokat. Egyszerűen hátborzongató. Na de, ami itt még tetten érhető módon megjelenik, Mátyásnak elképesztő volt a fájdalom tűrő képessége. Mi egy példát szoktunk ilyenkor mondani, egy hadjáratban, Havasalföldön, hátába, a gerinc oszlopába fúródik egy nyilvessző. 3 évig nem tudják kiszedni. Mátyás 3 évig nem alszik, úgymond, tehát feküdni, így jár. Csatába utána, így végzi a dolgokat utána, és gyakorlatilag senki nem tudja, hogy milyen szenvedései vannak. Na most egy ilyen ember, ha 3 napon keresztül a fájdalomtól, mint az oroszlán üvölt, és csak azt tudja mondani, hogy Jézus, Jézus, Jézus. És 3. napra, reggel 7 és 8 óra között kileheli a lelkét. De írtózatos küzdelem Tusa révén. Tehát világvasárnap visszavonul a szobájába, és úgy mond, hát bőjt időben vagyunk, és azt mondja, hogy éhezem. Most volt erre valamilyen szomjazom. Elindul egy út, és jön egy Péter nevezetű étegfogó, tehát ha valami ilyen makacs, akkor ez azt jelenti, hogy ennek van valami jelentése. És úgymond fügét hozott neki. Na most, ha én éhes vagyok, vagy bárki, mikor jut egy embernek Bécsben, 1490. április 4-én világvasárnap eszébe, hogy éhes vagyok, fügét ennék. Tehát érezni kell, hogy ettől függnek a dolgok. Nomen est omen. És Jézus mit mond a világ végéről? A füge fáról vegyétek pedig a példát. És ki az, aki függ a fán? Persze lehet azt mondani, hogy ez erőltetett bele magyarázás. Jó, elnézést, ez maradt meg, a füge maradt meg. És ilyenkor ezeknek mindig továbbutaló jelentésük van. Ebből kell gazdálkodni. Szédül, rosszul lesz, lefekszik. És itt még nincs gond, de már fájdalmai vannak. És itt jön Beatrix. És itt már valamit tudnak. Nem fog felkelni ebből az ágyból többet ez a király, élve. És Beatrix szétnyitja a száját, és valami folyadékot leönt. Na most erre a folyadékra lehet gyanakodni, ezt azért el szokták mondani Papp Gábor is hangsúlyozni szokta, ez történelmi tény, innentől kezdve nem tud megszólalni. Tehát ez mit jelent? Ez a folyadék szétmarja a garatot, a beszélő szerveket. És miért volt tragédia, hogy nem tudott megszólalni?
nem tudott végrendelkezni. És ott áll az ágya mellett Beatrix, ott áll Korvin János, és hol az egyikükre néz, mintha mondana valamit, hol a másikra, hol mindkettőjükre. És közben időnként az iszonyatos fájdalom, ellenére néha elalszik, ájulásba merül, de újra felveri a fájdalom. Tehát irtózatos, hogy milyen szenvedésen megy keresztül. Ez tényleg olyan szenvedés, amit leírnak, hogy magával a halállal küzdött. A nemzet halállal küzdött meg, és legyőzte. És akkor képzeljük el azt, amikor 50-60 fekete bársonnyal, osztóval bevont hajó Bécsből elindul a Duna folyón, így szépen lassan. Hát nehéz úgy megállni, de hogy miért mondom azt, hogy elnézést, nem regényekből kell forgatókönyvet írni. Elég lenne csak azt, ami volt. És higgyük el, utána jöhetnének a regényes dolgok, mert azoknak is megvan a helyük. De így, ahogy mondani szokták, a sok bába között elvész a gyerek. Adjuk meg már az igazságot és tisztességet annak, hogy az igazat kapásból, nem a fikciót összekeverve napon, már akkor is boldogok vagyunk, egy kis igazság van benne. Meghal április 6-án. Mikorra teszik a temetést? Most 24 vagy 25 elnézést, nem, 25 Szent Márknak a napjára. És miért arra a napra teszik? Mert azon a napon még lehet húsvét vasárnap. Tehát mikor temetik? Egy majdani feltámadásba temetik bele. És itt izgalmas a dolog, mert minden nép hagyománya, most a délszláv népek hagyományára szeretnék utalni, elmondják, ez Pavel Ágostontól idézem. Mátyásban a maga régóta várt megváltóját, az igazság messiását, ez szlovén néphagyomány, szlovén. Szomorú sorsával közösséget vállaló küldetéses nemzeti hőség tiszteli, aki meg sem halt, hanem türelmesen várja az idők teljének megérkezését. Na most, ha ez ma a 21. században a szlovén néphagyomány, akkor nekünk nincs néphagyományunk. Hát miért ne lehet? És abban a pillanatban, most felolvasom, és ez lesz az utolsó, ezt most már tényleg ígérem. A 8:30 az megtérhet, de... Mátyás király, tehát összehívják az országgyűlést, és a következő, ott vannak a főpapok. Ezt megint Petrus Ranzánusz és Bonfini is leírja, Bonfinitől idézett. Mátyás király, mint a keresztény világ védelmezőjét, legyőzhetetlen fejedelmet, s aki a római egyházért mindig hatalmas érdemeket szerzett, joggal a szentek közé kellene iktatni. Folytatom tovább. Hozzájárult ehhez az egész gyülekezet, az országtanács is erről határozatot hozott. Ez mit jelent? Van jogérvényes határozat, és itt nem akárkik vannak, hát gyakorlatilag itt van a klérus, itt vannak külföldi főpapok. Mátyás szenté vagy boldogá avatásáról határozat történt. Olvasom tovább. Azt ajánlják, hogy a nagy Mátyás szent maradványát, testét ki kell venni a sírból. Járják ezekkel végig az ország határait, vallási szertartással vigyék az ellenségek elé. Ellenségek elé. Mert másképp azokat el nem üzhet. Most ez milyen szertartás? Gondoljuk végig. 1490. Na mi az, ami védi a határokat, ha Mátyás az igazságos? Az igazság. Igazságot Magyarországnak. Tehát akkor kapjuk meg az igazságot, ha mi igazságot adunk az igazságnak, az igazságos Mátyásnak. Mert ő ugyan meghalt, de az igazság pedig vele együtt feltámad. És én meg, hát most mit lehet mondani, maradjunk annyiba, hogy ennyi. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen ezt a csodálatos, megrázó előadást, és hogy így legyen a feltámadás gondolat, amit elhangzott. A sorozat jövő héten folytatódik, tehát most a következő alkalommal egy hét múlva találkozhatunk, Papp Gábor talán úgy érkezik, és a Szent Korona témáját folytatja. A hátralévő három előadás az már mind a Szent Korona témaköré fog szerveződni, tehát kétszer Papp Gábor tanár úr, és egyszer pedig még Szánté Lajos is jön majd a Szent Korona jelen időben című előadással. És akkor, ahogy az elején mondtam, május 12-ére meg készülünk ezzel a nagy záró összegzéssel, és ehhez várjuk a kérdéseket, a témajavaslatokat, hogy még akkor tudjunk tovább közösen gondolkodni ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, a jelenlétet. Itt lehetünk, a segítséget mindenkinek, aki közreműködött és lehetővé tette. Jó pihenést kívánok mindenkinek!